stuck in a loop. A kazamaták mélyéről a korsók hűvösébe szabadítottak kedvedre. Harmonikus íze egy 6,4%-os amerikai ipát rejt, minek ereje térdre kényszeríti a gyengéket. Nyisd kaput a világra, és szerezd be most kedvezményesen 1000 forintos áron a beerselection.hu kínálatában, ha használod a paplova kuponkódot. Paladin sör. Vedd, mintha mi se történt volna. Na kiskezi, csókolom, sziasztok fiúk, lányok, paplóag vagyok, és itt vagyunk egy újabb csodálatos, varázslatos és gyönyörű nappal, amikor bizony folytatjuk a kis Leonardo Alejandro kalandjait. Szevasztok, és nézzük is, hogy mi a csízió. Nézzétek, milyen verdám van. Ezt nézzétek, milyen verdám van nekem. Ez bizony az én BMW-m, azzal veretem. Hát azért lehetett volna egyébként újabb is, de sajnos ez lett. Váci Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy harcosok szintjén támogatsz. Hatalmas nagy király vagy. To be a good king. King of penis. Azt mondja, föl kell hívni a pufibát. Hát van egy ezerből mit lehet belelenni, he? Eh?
Ja, pufi nincsen. Mi? Nem a mentőszolgálat. Venom. Cső, Venom, itt vagy? Csá. Igen, itt vagyok. Cső, én vagyok, az Leonardo Alejandro. Vágod, ki vagyok. Okay. Na, hallod, hova menjek majd? Állj, kregi, kordit. Jó, van, küldjed a kordit, aztán indulok. Itt vagyok a szuper kék verdámban, jó? Csak úgy hasít, majd meglátod. Szuper kék verdád. Már van verdád, baszke. Hát hogy ne lenne, Pufikától megkaptam, tegnap megígérte, elment érte, meghozta, nekem elhozta, aztán most azzal veretem. Csak még nincs aki turingolva, kell egy kis pénzt szerezni hozzá, és akkor majd utána tudom tudni turingolni. Mert most egyelőre szuper, meg ilyen munkanélküli segélyen vagyok. Oké, sima. Na jó, küldjél a intrót. És aztán jó, azért, na, különöm, hogy... Na, szuper, cső. Cső. Na nézzük. Csak marad akkor a drogozás? Hát egyelőre úgy néz ki. Hát most ezt ismerjük. Ebben mutattak be minket. Ebbe kell menni. Azt meglátjuk. Szia, Réna! Megy a Digó! Szép estét! Hello! Mi a helyzet, kisasszony? Gecire ott voltam egyébként, ahonnan kellett jönni. Hello, mi? Uha, hát ez hát a igen, ez már autó. Ez van kocsi, aha. Ennyi, nem a szaros Mercedes, mondom. Hát nem, ha. Amúgy itt van a másik gyerek is, aki jön. Igen, na, király. Aha, hallod, aha. De mi van, a vidéke raktuk ki a szajrit, nem? Nem baj. Nem baj? Van itten nálam. Akkor jó van. Ha nincs, akkor elménk veszünk, annyiban legyen. Jó van. Na. Hallod, de ez ilyen illegális dolog, nem? Nem kéne elmennem benni egy maszkot, vagy ilyesmi? Akarsz maszkot venni? Hát lehet, hogy jó lenne. Cső, vád. Na, mit szólsz ahhoz, hogy én is maszk nélkül leszek, jó? Igen, jó, hát akkor menjünk maszk nélkül. Na, semmi. Akkor nyomjuk rendesen. Cső, vád, vágó Leonardo Alejandro. Halihó. Na, kedvetek van. Ki vagy? Kedvetek. Jordan. Csá, Jordan. Az olyan, mint a Michael Csicsi. Jordan, nem? Arról szereztad egyébként? Nem, Speed Jordan. Speed Jordan. De az meg csak a cipője, nem? Michael Jordan cipőjére neveztek el téged. Halihó. Meg, bocsánat. Okay. Te vagy a kedvenc Power Rangers-öm! De... Vannak olyan furcsaságok, amikor magától megy jobbra-balra a kocsi, úgyhogy én nem csinálok semmit. Meg hát, akár egyenesen, szerintem sok kábítószer, azt lehet róla ilyenkor általában. A kábítószer rángott, és akkor rángatott is kereket jobbra-balra, egyre átra. Nem voltam bekábítószerezve. Nem? Pedig lehet, hogy akkor segítene. Hát mondjuk... Na jó. Szeretnétek rizikolni 50-esen, hogy megfognak a rendőrök, vagy ránk jönnek? Simán. Én nem félek a rendőröktől, megfektettem őket, megpatkázom őket, szétbaszom a fejüket. Miért illegális banda is? A hármat elfektettünk egybe. Miért illegális banda is? Aha. Kilőhet minket a faszomba? Életveszélyes a hely? Hát és? Úgy nézek ki, mint aki fél? Úgy nézek ki, mint aki fél? Most nézz a szemembe. Úgy nézek ki, mint a fél? Ugye leveszem a szemüvegemet. Most szerinted úgy nézek ki, mint aki fél? Nem félek semmitől. Semmitől se félek. Semmitől! Bestia vagyok. Cirkuszokattok mind a ketten, eszem meg a lelketeket. Na jó van. Akkor felpakolunk, az kimények 50-esre, mind a rendes. Nyomjuk. 50-es. Hogyha nem baj, így elgondolkozok magam. Nem baj. Figyelj, addig ezt szapakolunk. Igen? Mi a faszom az az 50-es? 50-es föld. Aha. És az mi? Marihuana föld. Ne, ezért leültetünk egy 50-100-at, vagy ezért. Úgy jobban nő, jobban terem. Igen? 50-100-ra, hogy gyorsabban nő? Aha. Hát az kurva jó. Az. A vicces Terminátor így. Szezám, tárulj! Szezám, jaj, rossz. Igen, ezt a jobb oldal is szoktál elhúzogatni ilyenkor. Igen. Rossz szezám. Nem baj. Itt lesz benne ez... nevénzet meg az ilyesmi. Ami kell... az... Oppá!
itt van. Neked? Ó, mekkora király vagy. És egyébként ezeket hol lehet venni, hogyha majd, nem tudom, máskor is kell csinálni, meg ezt ilyenek is. Ezt is mindjárt megmutatom. Útközben így is. Mert fel kell töltsem, itt van raktárat. Na, azt már szeretem. Azt én már szeretem, mint a picsákat úgy veretem. A hülyéket kinevetem. Yeah. Csápapu, mióta nem volt, amit Feri meghalt? Fú, de rég már. Azóta már volt egy karakterem. Micsoda? Veszek neked is el. Egy kis ezért. Mit veszel nekem? Zsákot? Nem, milyen zsák? Haló? Nem tudom, zsák, Feri zsák. Na. Fia, kapsz ilyesmit, meg ilyesmit, hogyha ideges vagy a frontin, segít. Ne? Jó van. Nem. Nem kéne elrúgni őket szóba, mert ott hagytam egyébként a stukkeremet, hogyha itt jönnek mindenféle banda, azt le kéne őket pattintani. Jobb lenne. Jobb, ha nincs? Jobb, ha nincs. Jó van, te tudod. Ilyen nyugisan leszünk. Jó van, csak pont nem a dőlde jönnek, megölnek minket, lelőnek minket, azt ilyenek, azt most rá. Szeretném magadnál tartani valamit, minket kinyírnak. Miért nyírálnak ki? Meg lehet, nem nyírnak ki, csak... Elveszik a fegyvered. Ja, akkor ne. Akkor nem vigyünk fegyvert, elveszik a fegyveremet, végre kaptam egy fegyvert, azt elviszik tőlem a fegyvert, az milyen dolog lenne már tőlem? Igen, paraszt. Ez a... Ki akartam finoman paladin sört erre... Nem majd. Elfogyott a paladin sör? Kis szájékbe, ugye, hogy... Elfogyott az új paladin sör. Nem mondod már megint. Mehetünk több kocsival is amúgy. Ott a kékem, azért azzal tudunk menni, sics úgy. Akkor te mérsz az a fehérre, meg megyek mögötted? Hát most miért ne? Hát most hárman be lehet férni egy autóba. Itt van az a célod. Mi? Itt van az a cél. A finomítottan itt mondtam. Ja! Vágom! Ja, a kocsiba vágom. Bent? Az, igen. Akkor mindjárt kiszedem. Nem fél el nálad. A kurva élet, ilyen nehéz ez? Igen, négy a célból van egy finomított. Jó van, akkor vigyelj ide parkolok a másik autó, az gyorsabb lesz. Jött még! Jó ez! Jó van. Jaj. Amúgy mennyi egy ped? Discordon meg tudod nézni, Discordunk ott van. Volt meg 25-nél többet, el se bírog egyszer, olyan nehéz. Az a baj, ez az autó, ez nem túl sokat bír. Nem baj, hát lehet, hogy belemegy a 200 az gatyám. Is ezzel akartam elvinni. Ja, hogy először dobjuk be a házikóban? Igen, először be kellett volna dobni a házikóban, akkor megvan van. Biztosan. Sima, igen. Na. Hát az van, hogy pont ennyi fért bele. Mármint, hogy nem ennyi, hanem 100. A fele. Hát igen. Ugye megnézem, mennyi fér bele mondjuk a kesztyűtartóba berakom, vagy ide a hátsó ülésre behajtogatom. Oké. Okay. Hát nem sok. Hát igen, nem sok, nem bír semmi baj, nem egy. Hát igen, akkor tényleg el kell menni a házikóba, mert ez így nem lesz jó. Igen. Ez így szar lesz. Mert nem... Ezt beteszem. Ez így se kell, frontint is beteszem, azt se kell most már valami legyen. Jó van, ennyi. 150-et bírtam el így zsebben, meg mindenben. Oké, sima. Így, még csak megvárjuk a másik gyereket, op. És hol volt a kecó? Ott szerintem megvan. Ez kiírja a GPS, nem? Igen, úgy látom. Ott írja, aha. Ajjajjaj. Ott találkozunk? Sandybe? Még bemünk bevásárolni, mert hiányzik még egy-két víz, meg ilyenek. Oké. Szia Ákos! Hogy hívják az új gyereket? Már elfelejtettem a nevét, pedig nem mondtam. Jordan. Jordan, tényleg, ilyen Jordan. Aha. Ez így van. Írok neki egy izét, hogy melyik rádióra menjen fel, azt majd beszélek. 20 helyett 15k volt, úgyhogy nem olyan vészes, még jobban megérte.
mint amit kinéztem 30 ezerre. Oly szí. Szia, Messi néni, én vagyok az Leo. Mi a helyzet? Hogy vagy, mama, he? Szia! Be vagy redbullozva? Nem vagyok be redbullozva, csak kialudtam magam általában. Nem voltam olyan fáradt, ezért csak 8 órát aludtam általában, az meg jó volt nekem. De körülök. Mi a helyzet? Merre vagy? Mi csinálsz? Hogy éled magad? Színűleg most fogok bemenni a mehába dolgozni. Mész be a mehába dolgozni? Hozok neked majd valamit enni, inni? Szomjas leszel? Éhes leszel? Valamit hozok neked? Köszönöm szépen, most tettem. Jó van, oké. De nagyon aranyos vagy. Hát nagyon szívesen. Figyelj már, nem tudod véletlenül, hogy mennyit pattintják ki a BMW-t fullosra? Kaptam a Pufi bácsitól egy BMW-t. Tényleg? Felfüggesztéssel vagy anélkül? Hát szerintem felfüggesztés ott buzis, nem? A hullákat szokták felfüggeszteni meg a bizonyítéteket. Figyelj, megcsinálom neked. Ha behozod, igen? Megcsinálom. Persze. Mindjárt jövök. Verom, figyelj már, verom, figyelj már. Igen. Na figyelj, nevelőanyám megcsinálja az autómat. Jöhetek mindjárt, elmegyek, azt mondta, hogy megcsinálja nekem. Nyugodtan csinálom meg. Mindjárt jövök, csak. Oké, csak. Ennyi. Csak születnem kellett jó helyre. Ne simán ma megcsinálja. Mivel kapcsolatban? Hello! Hát, hogy rendőrségnek kell, amit írja. Hát csak annyit, hogy így... Na jó, menjünk. Kész. De itt találkoztál az urakkal is, nem? Igen, fogalmaztam nekik egy üzenetet, ide is jöttek, beszélgettünk. Jó, hát akkor mondtam nekik, hogyha SOS érkezik ugyanerről a telefonszámról, akkor incidens miatt hívjuk őket, és minél előbb. Nem hiszem, hogy lesz gond azért. Remélem. Mitben maradtatok? Hogyha elmentek innen, akkor is szóltok, vagy az tárgytalan? Hát azt nem mondtam. Elfelejtettem. Jó, nem gáz. Rendben. Jó, mi van, öcskös? Csináljátok. Csak így félmesztelen? Csak így lazán, csak így faszán, csak így lazásban, mert? Hát az az egyetemen nem tanítottak meg. Engem? Dehogy is, minek az? Egyetemen? Kimiből jöttem ki? Egyetem az még odébb van. El kellett volna menni, ott tanulni kellett volna, meg ilyenek. Nem lehetett figyelni. Csak a picsekre sajnos. Értem. Gyere csak. Így, hogy visszajöttél. Ah. És elkezded itt a nagy életedet. Szia, Messi mama. Szeretnék neked Szia. Valamit adni. Mama? Na, Messim le lett imamázva. Nem tudom, hogy miért lesz unoka, vagy mi? Unoka? Hát nincsen még unoka, de hát most nekem a izen vagy, nevelő mamám vagy. Én is erre gondolkodtam. Hát, Pufi meg a Pufi bá. Pufi bácsi, meg a Sasi. Sasi tesi. Sasi az félig tesó, akkor Sasi tesi. Diál is diál bá. Papír zacskó. Az mi, olyan csúnya vagyok? Ezt így tőlünk ajándékba. Nem. Mesinénitől meg diál bácsi. Azt a kurva! Illetve... Nagyon szépen köszönöm. Igen. A számlaszámodat már megcsináltattad? Ja, persze, a 265-ös az. Várjál csak, hozok valamit. 265-ös? Da, úgy van. Vagy szí, hogy a faszomban nyomják az olaszok egyébként, azt nem tudom. Olaszul mi az igen? Szerelő. Szí? Akkor szí. Szí, papa. Mi is meg tudjuk. Szí, papa. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen ezt tőlünk, hogy minden könnyebben induljon itt az életed. Ó, nagyon szépen köszönöm. Nézzétek, azt meg Pufi bátor kaptam. Az első autó. Jó. Kituningoljam neked, vagy Diel bácsi legyen? Választhatsz, most ketten vagyunk. Hát amelyiket szeretnétek. Mi lenne, hogyha te kituningolnád, Diel bácsi meg megszínezni? Csúnya ez a kép. Jó. Legyen úgy. Csak nem akartam mondani Pufi bának, nehogy megsértődjön.
És mi a helyzet? Hogy érzed magad, hogy így visszatértél? Nem, minden fasza egyébként. Változott sokat? A város? A város. Szerintem elég sokat egyébként, amikor így visszaemlékeztem, akkor még azért nem ilyen volt. Most ott kint voltam cserediákként, akkor azért úgy máshogy alakult. Furcsák itt az emberek, mert mindenki olyan nagyon agresszív, meg nagyon hülyék a rendőr. Van itt rendőr? Akkor nem hülyék. Okay. De nem, nincs itt rendőr, szóval elég hülyék a rendőrök. Azon kívül egyébként minden fasza volt. Tegnap voltam Pufibával, meg Sasi tesóval. Aztán ott nagy boxolások voltak, meg ilyenek. Megfektettek három rendőrt ott, meg minden. Ó, oh, meg van egy, van egy tök jó suni az izébe, az úba. Annak udvaroltam. Aztán Nina. Vagy valami. A Ninának? Nem tudom. Ilyen rózsaszín kabátja volt, de azt mondta, nem szereti a rózsaszín kabátot. Na, majd szólok pár szót az érdekedben. Igen, mindenképpen. Viselkedjen. Igen, igen, csak jól. De egyébként jól viselkedett, jó fejcsaj volt. Sokat nevettünk, meg beszélgettünk, meg minden, szerintem. Másik meg az nem tudom, tudsz-e róla, de van egy testvéred. Egy édes testvéred, de ugye nyilván nem bér szerinti. Őt is Leónak hívják. Itt a zsebemben, mert matattam, és ő a Falkonnak a tulajdonosa, ő már felküzdötte magát. Ó, de jó fel. Illetve rendőr is. Igen, mondtam, hogy ja, akkor nem mondhatom, hogy köcsögök a rendőrök. Hát, csak előtte ne. Aha, jól van. Rendőr is, meg a Falkonban is ott van. Vágj, dupla Leó. Jó, rendben. Igen. Szóval, ki tudnád nyitni esetleg? Persze. Kocsit akkor elviszem. De hogy a tiédek? Igen, igen. Jó választás egyébként. Rengeteg tanink van erre az autóra. Na igen, jól néz ki. Bár én mondjuk egy X5-ösnek jobban örültem volna, de hát a ajándéklónak ne nézd a fogát. Meg igazából legalább meg fogom becsülni, hogy ilyen, meg egy cekice odabasszal, meg hasonló. Mondjuk le kéne raktam a jogsit is, de hát azt mondják, hogy benzinnel megy az autó. Nem, eddig gyorsabb vagy. Mind a kékek, addig ezen nincsen gond. Ja, mi? Majd azt kell mondanom, hogy a izé, hogy a tesóm rendőr. Igen, igen. Az még csak azt kell, hogy feldobosod. Üdvözlöm, biztos úr, szép napot. Rongyam, mivel takarított, úgyhogy otthon is szerintem alkalmazza. Szép napot, Szújszen. Biztos. Szépen, szépen. Nem az uram. Na, csak szól. Vigye haza, és takarítassak ki vele a lakást. Férfi kézre takarítás? A legnagyobb. Szia, Tóni. Dani, köszönöm szépen! Köszi szépen! Hát nem akarom érted, hogy itt fegyver nélkül járkálj a városba, úgyhogy segítünk, messiben intézünk neked egy fegyverengedélyt is, jó? Hú, az nagyon jó lenne fegyverengedély, mert azt mondták, hogy ott lelőnek engem a faszomba. Mármint ez így mondták emberek, hogy ott lőnek embereket, ahova megyek éppen. Hát nem csak ott, elég sok. Sok az ilyen agresszív vérmafiás, vagy mi a helyzet itt? Hát, amelyik éppen egy kicsikét bajosabb. Szia, Máté. Azok mennek lövöldözök össze-vissza. Ja, értem. Nem foglalkoznak semmivel. Counter-Strike-ban jó vagyok, lehet, hogy lelőném őket. Azért ez egy kicsit más. Jaj, tudom. Jó, jeleztem is. Majd a kórházba kell bemenni. Ott csinálnak egy pszichológiai vizsgálatot. Értem. Kihez menjek, Giorgio bácsihoz? Tegnap Giorgio bácsi csinált nekem TB-t. Giorgio bácsi is jó egyébként. Nem tudom, hogy ő foglalkozik-e pszichológiával, vagy ő csinál, de szerintem ő főorvos, azt hiszem, ő akkor tud neked ebben segíteni. Kapni fogsz egy pszichológiai papírt, azzal majd a Falkonba kell bemenni, de hát most a Leo az úgy segíteni fog ebben neked ebbe az egészbe, ott majd megtanítanak neked, hogy kell tisztítani, kezelni a fegyvert, stb. És korona majd abból kell egy vizsgát tegyél. És a rendőrség fogja neked kiállítani majd a teljes engedélyedet. Aha. Szóval elmegyek először a pszichológiai ízére, aztán bemegyek a Falkonba, ott megtanítják, hogyan takarítsam ki a fegyvert, és akkor utána a rendőrségen kell lerakni a végső engedélyt. Hát meg hogyan használt, tudod, hol vedd elő, hol ne vedd elő. Igen, ezt megtanultam. Hogy került bele akkumulátor töltő? Nos, én végeztem a belső tudomban, akkor délvárás lesz, aki folytatja. Köszi, Mesimo ma. Jó, akkor egy ilyet át is. Mondott te, Szadi Mókus. Annyi, hogy elsőnek pszichót kell intéztetni, de majd más nem szólok Alvinnak. Jó, jó, jó. Alvin is tudja. Azt a meret találkoztam tegnap. Elmentek, az bemutattak a kutyék nekem mindenkire. Akkor valószínűleg igen. Ott voltak többen. Volt ott a Shelby doktor úr, volt ott azt hiszem egy vöröshajú csajszi, aki azt hiszem az Alvin felesége, de nem biztos. Jenet. Igen, 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 Jenet. Azt mondták, hogy anyuval együtt dolgoztak még annó. Így van.
Jó, és akkor megvagyunk a 150-nek, köszöntöm. Más nem szólok majd neki. Meg lehet tudod, hogy fel tud venni a ruhákat? Tudok egy üzenetet, hogy ott tudnának fogadni. Hú, az nagyon jó lenne. Írd meg, és akkor elmegyek szívesen. Akkor többit azt tudjuk intézni, mert nálunk van csak most jelenleg ugye vizsgáztatáshoz, mert amikor itt van, neked jó lesz. Jó, nagyon szuper. Danikám, köszi szépen a csírt. Félj, Tani, nem lesz volt, de a szerelőláda az emelő is hiányzik az enyémből. Köszönöm. Vegyél magad, én nem veszem. Jó, nagy ez az autó. Jó, így kifizeti. Hát figyelj, cserélhetünk. Én egyébként jó vagyok minden fasza. Kajáltam, piáltam, bár lehet, hogy majd még beugrok az új kávézóba, hát holt lesz Taninak. Nem tudod? Nem, festéket tudok vele. Nem, én sosem. Hát igen, megláttam. Vagy mind apád. Egyből, szerelem volt. Na jó. Köszöntük. Vigyázzanak, mert olyan sötétet ki se láttak belőle. Ó, te vagy az már olyan sötét, nem a kocsi. Nem, hogy nem nekem kell. Adnál a kávét? Nincs. Vegyek fel. Nem kell. Hagyjad csak. Megoldjuk. Lehozzuk. Ó, köszönöm. Nem már 3 éves. Figyelj az a zsé, amit ott te az hol csinálják vele bármit. Bazd meg úgy. Mit csinálval? Azt majd mindjárt megbeszéljük. Jó. Tudod, adtam neki egy... Jaja. Meg kis zacskot. Na, teli sötétbe szeretnéd? Hogy a viharra, persze. Fekete legyen az ablak? Igen, mint az éjszaka. Jó. És az autó is lehetne mat fekete mondjuk. Csak olyan jó lenne, mint hogy én lennék a Batman. A sötét lovag. Gyerekkorodban is szeretted a Batmant. Persze, az a legjobb. Volt. Legjobb szuperős, az összes többi az nyomi. Na, ő így néz ki fekete madba. Aha, szerintem. Baszó. Nekem eléggé tetszik. Bár jó. Kicsit olyan, mintha lenne rajta még egy gyöngyház vagy valami. De lehet, hogy ez csak a fény miatt olyan. Ezt megnézzük. Most fekete mad rajta a gyöngyház is. Valami esetleg változott? Semmi az ég ott a világon. Jó, akkor... maradhat így. Nézzük az autó elemeket. Rengeteg minden van rá. Igen. Ha? Azt hittem, hogy ilyen kocka okádékos cső. Ha? Ez az alap. Van rá ilyen. Illetve ilyen. Vissza egyet. Ez jó. Jó, azt nézd meg ültetni, hogy... az a terv. A küszöbünkkel tudjuk megoldani azt, hogy nézd, ilyen wide body legyen az autó. Aha, az jó, az legyen wide body. Nem tudom mi az, de biztos jó. Hát kiszélesedett. Aha, hát az jó. Formásabb lesz. Igen, igen. És akkor vannak még a szárnyak, ugye ő az alap. Uh-huh. Van ez a késes, van az, ami nincs kés. Szép estét! Jézus faszázni. Ez egy nagyon komoly... De ezt kell ezzel valamit aláépíteni? Igen, tehát ezzel lehet vacsorázni, így fölállsz a tetejére, és akkor ott fölrakod ugye. Igen, olyan egy pódium. Az ételt, és akkor ott, illetve ez a... húszárító. Nekem az a késes, azt tetszett. Jó. Aha. Illetve tudunk az elejére rakni még neked egy ilyen toldatot. Milyen toldatot? Hát az egy ilyen koptató toldatot. Ez ja, aha, alá. Az is jöhet. Jó. Erre veszek még ki, mert épp hogy ott. Jó, van. De szóltál volna, adok. Jó, hát. És jó megy egyébként a biznisz itt a izénél? Szerelő bizniszben? Jó, hát itt nagyon. Annyira na, tud mindenki mennek, vezetni. Á, igen, én is egyébként profin vezetek. Köztük vagyok én is. Úgy tényleg tudtok majd írni rá egy ízét is, egy forgalmi? Persze. Persze. Köszönöm. Bár jogsi nélkül sok értelme nincs, de írjunk rá, persze. Hát de azt tudom hazudni, hogy van, csak nincs nálam, és akkor a forgalmival át, ha nem lesz gond. Tiszta nevelő anyád vagy. Hát igen. Ja. De nézd, csak itt lekapom az elejéről a rendszámot, tehát szerintem azt csináljuk, nem? Sokkal szebb, nincs az elejé rendszám. Aha. Igen. Jó. Ez mit csinál? Ez ja, a hátsó rendszámot is leszedik. Lekapja. Azzal mit csináljunk? Lekapjuk? Ne, maradjon. Jó. Van még valami? Ő vajon mit csinál? Antennát szedi le.
Ja, igen, igen, igen. Á, menjen le az antenna, nem szép. Jó. Most is akkor megvagyunk. Kereket cseréljünk rajtam? Nem, eredeti BMW, az a legszebb. Szélesítés. Jó. RGB, bármi egyéb. Szélesíthetünk meg a Dudát, kicserélhetnénk valami jó dallamosra. Jó. Szeretnél olyat, ami arra gyorsul, ahogy igen, igen, gyorsabban igen, azt szeretem a legjobban. Jó, azt mondja, hogy... Van ő olyan? Hopp, vagy ez nem. Ez nem gyorsul. Ez se. Na várjál, ez nekem gyanús. Na most. Azt hiszem. De miért? Valami nem jó szerintem. Diába valami szar. Tessé? Nem elég dallamos. Mesim, meg tudod kérdezni, igen? Hogy mi a baj a loopos Dudákkal? A rendszám az, hogy Digo 18, ez komoly. Aha. Mert ez jó. Na jó, addig berakom neked. Szeretnél bele színezhető izzót, RGB-t? Jöhet bele? Szerintem... Nem tudom. Nem kell. Nem kell, az annyira nem. Jó, akkor belepattintom a gácsákat neked. Akkor kihúzom szépen sárvédőre. Január 8, ezt most az szülinapom, azt nézem. Ugye írok a Robiéknek, üssük már átlétni. Na és mesélj, hogy megy az ismerkedés? Vannak már új spanok, stb. Jaj, elnézést, csak közben nyomkodtam a Tindert a telefonomon. Szóval igen, vannak egyébként új haverok, most már van egy ilyen Venom nevezetű srác, akivel most szoktam lógni, meg Air Jordan, meg ilyenek. Még ismerkedek a csajozáshoz, meg egyébként a mesélő izére smúzoltam, meg volt egy másik rózsaszín hajú csaj, azt az izére lebeszéltek egyből. Bár nem emlékszem, hogy hívták talán. Hogy hívhatták? Olyan neve volt, mint valami Pokémonnak, de meg nem mondom. Szép napot! Diel. Magának szeretnék mondani valamit, jó? Diel. Az a helyzet, hogy a BMW egy szar, jó? Üsd el! Hát ezt meg se hallottam, ezt meg se hallottam, jó? Én rakott kapi. Mondta izé, hogy mesés, hogy rossz, csak mondta, hogy nehogy meghallja a DL, úgyhogy hallottam. Csak a BMW az autó, az összes többi egy fél hulladék, csak mondom. A BMW nagyon kapi. Hát gondolom, milyen autója van, he? Hát szar annak, aki... Milyen nem. Ez igaz. Milyen nem? Hát az a legrosszabb. Csak a BMW. Egy biciklis többet ér, mint egy BMW. Ez kizár dolog. Busz, metró, villamos. Mindegy, csak szeretem volna a dialogját felcseszni. További szép napot. Jó van, még számolunk. Jó. Leszarozta az autómat. Az a baj, a nők nem tudják, hogy mi a jó. Érted? Na így mit szólsz hozzá, hogy így kihúztam sárvédőről? Húzzam egy picit kijebb. Ja, szerintem így jó lesz, csak éppen elöntötte a húgy az agyamat, hogy leszarozta az autómat az a némber. Ja, ne aggódj, intézem. Jó van, én elöntöttem volna. Kapni fog körszakállat. Azaz, azt kell szóval neki. A rendszámot azt még egy feketére megcsinálom neked, mit jó, szólsz. Jó, az menő lesz. Tőle. Fekete és akkor, ez nagyon jó, hibátlan. Azon gondolkodok. Neon talál? Akarsz esetleg? Na, egyelőre nem. Jó. Túl kirívó lenne. Jó, akkor már csak igazából a forgalmi van. Meg a Duda. Illetve... Ja igen, meg a Duda. De várjál, ezt akkor odaadom neked. De mondjuk ezzel az a baj, hogy nem nagyon jutottunk előrébb. Igazából, hogy leszarozta a BMW-t. Na, adok neked, nézd csak egy... Nem mindegyik Dudát lehet bele telepíteni. Ja jó, akkor mutatom, amik vannak. Jó, van. És működnek. Gyorsuljon. Tem, 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 tem. De jó hangja van.
nem? Az is lehet, hogy egyik sem lehet. Ez is. Szintén rendőr is van rá. Nem kínos. Meg még esetleg ez. Olyan van, ami ilyen folyamatos, hogyha nyomom neki a coin. Nézzem neked. Köszi. La cucaracha. Azt nem engedi belerakni. Nagy valószínűséggel a komputer az autónak még régebbi, tudod. Ó, a fenébe. De nem tudom, mennyire vigasztal, ezek vannak benne ezek a zenések, csak egy két-három másodpercenként. Akkor legyen a bohóc. Aha. Ő? Jó. Benne is van. Parancsolj. Szuperség. Te írod az ízét a fogalmit, mert akkor mutatom a személyt. Aha. A belső felfüggesztés nélkül van. Jó. Te sem szeretsz felfüggesztést rakni az autókba? Hát, az a ültetéses tudsz, nem? Mhm. Uh-huh. Az hülyeség. Fennakad a patkán meg minden. Van hol laknod? Hát most az izénél, a Venomnál húzom meg, adott egy kulcsot a kecójához, azt szóltam beizélni. Lenn vidéken. Hogy hívják azt? Sandy. Ki az a Venom? Az új is Venom. Ja. De így, hogy adtatok egy kis kezdőtőkét, lehet, hogy veszek valami saját kecót. Nem másnak kelljen már ott izé hédereznem. Hát hova viszem fel a Linát, aztán közben meg ott lenne a Venom egy szábrébe. Majd a furán néz neki. Hát Milának szerintem van valaki-e. Igen? Hát nem. Nem úgy nézett ki. Csak azt foglaltak, hogy ülnek. Igen, 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 ezt szoktak hát mondani. Azért nem, ezt mondd vissza. Hát jó, de vannak kivételek. Igen, igen, akinek gyűrű van az ujján, az összes többi csak hülyéskedés. Ugye házasok vagytok. Hát persze. Jó, attól függetlenül ennyi. Lehet olyan férfi körében, aki elkenyésztetett, ha meg tudja, hogy csapod neki a szelet. Veszélyes ja. Világban ám. Hát, ne vedd már a gyerek kedvét ilyenekkel, nyugodtan, hát csak vigyázol magára, na. Vigyázok én magamra, kap egyet majd a izéből, a csöves nevelőből, a jobb kézzel aztán elfekszik. Pim-pam-bum-bum. És csak még hát nagyobb kannát fog tartani. Mire? Mindannyian. Arról van szó. De azt mondták, hogy még a izébe, a gymbe is vannak, izé jó pipik. Ellenőrizem, nem? De nagy első segítség maga van, vagy kicsi? Csak hogy minden stimmel az autóba kapcsolatban. Istenem. Andem liblublá. Szerintem igen, fasza, köszönöm szépen. Jó van. Nagyon szépen köszönöm akkor. Igen? Ha esetleg kell segítség, bocsánat. Majd most a, uh-huh. Az acskós dologgal, akkor dobj egy üzit. Megadod a számod a DL-ben, mert nincs meg. Szerintem az új telcsi miatt. Direkt a Leanda neve, nem fért ki. Egyébként a mesi szüli napja. Na lám. A... Így tudod? Hát persze. 12. Kérdés, hogy te is tudod-e? 12-4-26, hát persze, hogy tudom mindent. Évfordulót, házasság évfordulót. 12-4-26. Így van. Hello, odébb vihetem a BMW-t egy picit. Persze. Ja, baszki, már megvan. Azt hittem, hogy nincs meg.
De megvan. Azért néztem, mondom. Igen, megvan, megvan. És baszta nem lenne meg. Igen, csak Difater néven írtalak be, azt hirtelen nem vettem észre. Köszönöm szépen, Diabá. Nagyon-nagyon szívesen. Szóval bármiben tudunk segíteni, vagy kell info, akkor szóljál. Jó, megírjátok, hogy mikor tudok bemenni a pszichológiai engedélyt intézni majd az orvosnál. Csak most elmegyek a srácokkal, egy kicsit bandázgatok, jó? Jó van, szerintem akkor mi beugrunk, megcsináljuk neked az időpontot, beszélünk velük, és akkor majd csak be kell menni az időpontra, jó? Nagyon király, köszönöm szépen, ciao. Nagyon szívesen, szia! Ne, hogyha felveszem, örökre rajtam ragad? Jó, nem. Szia, Paul Projang! Maradhat. Na nézzük, kell nekem egy bolt. Miért kellett amúgy ped? Miért ne? Legyen egy kicsit különleges. Leó már gazdagabb, mint a pufil. Látod? Azt mondjuk kell egy rádió. És 2 millióért kéne néznem egy házat. Szerinted a 2 millióra városba lehet kapni házat? Valamiért nekem jelző, hogy van saját lakásom, pedig nincs. Mi lehet a Dr. Esztikem? Megmaradt Eszti lakása nekem? Ha! Király. Hát akkor megyek át, veszek egy izét. Egy bútort. Anyukád ráthagyta, zsír. Nem tudtam. Ez valami bug lesz. De én örülök neki. Elfogadom ezt a bugot. Azt mondja, hogy kell nekem egy tároló. Csak akartam megvenni a bútort. Itt nem lehet egyből megvenni a bútort, pedig mennyivel könnyebb lenne az élet. Szép, ez nem pépés? Van pépém. Itt lerakjuk, és reménykedünk benne, hogy ez nem hagyom el.
Mennyi pénpén van? Fogalmam sincs. Végtelen plusz egy. Most már írt, hogy hozzád van. Próbáld meg a VF-et és a csengőnél. Az nem nyert. Az esztikét megörököltem, az nekem teljesen jó. Úgyis ez volt a régi gyerekszoba. Igazából nem ez volt, hanem az a vágóferinél volt, de így nézett, jó lesz. Zsum. Erről a megnyitása. Így. Ferét elvitte a NAV. Így. Egy jó ágy is kéne, hogyha hát a feljön a Nina. Igen. Na, 40 félre egyszerűen állam. Csak a nevet kéne átírni? Biztos nem írom el. Édesanyám neve van rajta, bolond vagy? Ez örök emlék. A házában, meg a fegyveredben. Így, de hát most van pénzem, amiből tudok még fegyvert venni. Nehogy átírt, hát nem is fogom. Azt hittem már rossz irányba megyek. Tü-t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 ü
Elintézzük a fegyverviselését, és akkor simán tudok venni stukit, hogyha bármi van, és az a rendőrök se fognak baszogatni. Emlékez anyádra, hogy apád már semmire kellő volt. Nem volt semmire kellő az apám! Nem volt a legjobb apa, de az enyém volt. Oké. Okay. Jó. 5-5-5-1. Na csűváld itt, Leo! Szia, szia! Na Mizuka, mi a terv, hogy lesz? A kérdés, egy Venomra várunk. Ja, jó, szia, én Bohóc vagyok. Csábóc! Találkoztunk tegnap. Igen, 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 igen. Csábóc! Halló! Na, mesélj! Egy egészben oda elérek odáig, baszki, és nem fordul belé, mint a harmadik késleges a kurva autópálya, amikor 800-zal megyek motorral. Hát, hogyha nem mész 800-zal, akkor ki tudom őket kerülni, én úgy hallottam egyébként. 800-zal megyek, akkor ki tudom kerülni őket, persze. Most lebesából vált is, rám húzza a kormányt, ez kellemetlen és egészségtelen, azt mondják. Így. Zárd a kecót, zárva van. Csak automatikusan be tudsz menni, hogy te vagy a tulaj. Szia, Jessica!
Látom, friss hús karaktered van. Friss, bizony. Szép napot! Elnézést! Nem hallottam, hogy engem zavarnak. Nem baj, akkor most már zavarjuk. Jól van. Ugye nem ugyanaz a szituáció, mint tegnap. Sú, de azt szeretnék erre a 2-es 100-esre. Hogyha nem akarsz nagyon ültetni. Ezt szerintem ne szólaljon. Tessék itt a forgalmi. Nyugodtan. Tele kell rakni az egész 400-at. Jó, nevét elmondaná, kérem. Persze, Vágó Leonardo Alejandro. Alejandro, szálljon már ki a kocsiból, Bennett. Szállnék, mennyi ideig akarszik lenni a városba, ez a szívesként. Megkaptam? Igen. Akkor szuper. Bedobta az ablakot. Igen, 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 behajtogattam, meg kis vékony papírka. Most írták meg nekem frissen. Jó napot, Alejandro. Szép napot. Így értessék. Hozottak egy fényképes igazolványt is. Egy jogosítványt és forgalmit kérnék szépen. A forgalmit az előbb mutattam, tessék, itt van még egy izé. Fényképes. Köszönöm, nevét elmondtam már születésidő. Igen, február 28. Év? Hát most leszek 19, ki tudja számolni? Hát... most te ilyen feladatokat adjon nekem, inkább mondja el, hogy mennyi, amit itt látok, ugyanazt mondja. Jó van, most hogyha ugyanaz, akkor a 2005. február 28. Tökéletes, jó. Figyelj, nem volt, gyorsan meg kellett csak nézni. Még egy forgalmat is adjunk, kérem szépen. Előbb már is adom. Igen, csak nem volt időm rendszámmal összevetni. Tessék. Köszönöm. Ti attól félek, ez a röszönyről hozzám beszél? Úgy van, hogy a YouTube-osok és a Twitch-esek tudnak egymással beszélgetni. Köszönöm szépen. Ez a trükk. Jó. Ha megnézed, ott írja, hogy kéz... Hova sietett ennyire az úr? Ja, csak cruzoltam. Most turingoltattam ki az autót, aztán kíváncsi voltam, hogy milyen. Mi az bő? Most kaptam a kuzsibától. Kérem akkor valami bejössz, olyan területen tegye meg, ahol nincsen közforgalom, rendben van? Jól van, köszönöm szépen, elnézést. Oké, mivel papír. További kellemes esti. Akkor most egy szóbeli figyelmeztetés ellenengedem. Nagyon szépen köszönöm. Biztonságosan legyen, szép napja. Mindenképpen aztán... szép napot. Szépet. Ez megvan, hogy kibekeltem a személyével meg a forgalmival, hogy nincs nálam jogsi, mert nincs is. Itt vagyok, elnézést, csak igazoltattak a rendőrök. De úgy látom, hogy most mindenki chillben van. Tetszik a nevem? Vágó Leonardo Alejandro. Amúgy azt adnám, hogy a Leónak mindegyik BMW-je meg lenne. Hát, majd úgy kell csinálni. Ja, nem az enyém tetszik? Hát akkor a gyász egyen ki! Jó, hát akkor elmegyünk csapni szeret. Na, itt vagyok. Na. Szóval, Leókám, merre jársz? Most megyek éppen az U-ba. Most állítottak meg a rendőrök, aztán ennyi. Hova menjek? Aha, azért nem rádióztál. Igen, igen, igen. Jó. Van-e megfelelő felszerelésed az ültetéshez? Mindened megvan-e hozzá? Mi a megfelelő felszerelés? Nincs meg mindegy. Hát... Elkezdve vásároljatok egy kicsit. Leszokom magam, amelyik megállítanak. Jó van, nem csak mentő elnézést. Na, a megfelelő felszerelés hoz hozzá 400 kanabiszmag, 400 kezeltűz és 400 trágya. Szerintem csak 100 van mindenből. Aha. 100 van szerintem csak. Otthon lepakoltam. Megörököltem anyámnak a kecóját. Részültem. Ja, köszönöm. Csillag. Akkor fiúk, találkozunk. Valahol az autó neked most mindjárt. Úgy fel, mint a számot dobok még egy korit, jó? Ja, de van kedvem, mindegy. Mindegy jó van a mérdés. Mit tettetek a fejéringes úrnak? Szava Pubi, figyú már, Nina nincsen. Tal a főpubban akkor. Tessék még egyszer. A Nina nincsen véletlenül itt? Rózsaszín kabát, ilyenek.
Nagy csöcsönöcsek. Akkor szeretnék kéne egy ananászos bubitát, és szeretnék kéne egy fánkot. Köszönjük, hogy asszatok egészséggel. Itt a kedvezményem az úrnak. Nézze csak, legyen kedvezményes most a étel. Ananászos bubitea és egy fánkot kérnék. Behozom. Mutattál Nina, az enyém. Én még nem tudhatom. Azt sem tudtam, mi az a rádió. 20%-ot legyen szívesek lehúzni. Hát, akkor dobj el a papírt, ez is jó. Megoldjuk. Rendben. Mutassa még egyszer a papírt. Megmutathatja, gondolja. Arra mész versze, csak légy szíves. Nem, nem. Nézze, uram. A kedvezmény az 20%-a. Nincsen. Most mutatom a 20%-osat. Csöves vagyok. Akkor számlázat. Igen, köszönöm. Van, van. Ott van 20%. Mondd le nekik a 20-est, jó? Úgyse százalékoztunk. Legyen szép töpje az úrnak, jó étvágyat az ételhez. Dicsertesek a Jézus Krisztus. Viszlát. Meg is kaptam. Nagyon szépen köszönöm. Jó, jó Isten adja meg magának. Köszönöm szépen, azzal fogyasztom. Ha leokám, akkor várlak fél publikban. Na, fogok. Rally verseny 12-én. Az holnap lesz. 6-kor. Faszom. Mindig akkor van minden, amikor nem streamelek. Nincs esélye, Nina rám, az azt mondja, mi COC. Az engem nem zavar, én csak csapom a szelet. Nincsenek elvárásaim. Ne! Mondd, hogy nem ütöttelek el! Jól vagy? Nem is hallak. Most halló, hallasz. Most már hallok. Jól vagy? Ja, igen, igen, persze. Mi történt? Nem ütöttelek el? Nem, nem, szerintem az én szemem volt a szar. Elcsúszott, ja, de figyelj, meg vagy az étesó, tehát ez minden rendben. Meg, meg. Mentős kérnékét. Persze. Akkor nem, a parancsőrdeg is jó étvágyat. Na gyere, gyere Leókem, megyünk. Itt van a kettőm egyébként a ház másik oldalán. Ó, fasza, fasza. Ott van ott a cucc, akkor amiről igen, beszéltünk? Igen, igen. Jó, tedd le a kocsit, ez ennyi, mert megyünk tovább. Jó, ott a parkoló úgyis. Gyere, sure. Akkor velem. Inni. Hogy ki csinálta a karakteredet, mert jól néz ki. Ő Ped. Melyik a tiéd? Meg is vagyok, százas. Jó, jó. Kivettél mindent, ami ott volt? Tehát a 100-100-100, mind a 100-100-100. Sure. Rendben. Kórház, bármi ilyesmi kellene neked egy jelölő. Nem, nem, nem kül. Jó, fasza. Hát akkor szuper vagyok. Akkor lesz be ide létszeres a hátuljába a drága kocsik. Addig körül... Jó, jó, meg szeretem, hogy a csajok érik ezzel át benne. Megmutatták be neked, honnan tudtuk venni ezeket a gyönyörű hozzávalókat, honnan tudtuk szerezni őket. Na hát akkor... Verom odaadta, aztán azt mondta, pont felhívott a izét, nevelőmuter, hogy kituningolja az autómat, elmentem, és mire visszajöttem, már azt mondta, hogy csendes foglalkozás van, vagy. Ja, ott volt egy kis problémánk, amit el kellett intézni. Na szóval, barátom, a következő a helyes szituáció, ki fogunk menni helikopterrel a... Nagy sziget mellett, tehát egy nagy sziget, ahol jelenleg most vagyunk, melletti kis szigetre, az Cayo Perico. Azért, mert ott vannak ilyen kiváló jó kis termőföldek, ahol nagyon jól nő a növény,
Ehhez nekünk szükségünk van, mint ahogy azt láttad is, egy bizonyos bagra, amiből nő ki majd a víz, valamint darabonként egy trágyára és egy vízre, amivel szépen megöntözöd és betrágyázod. Jó. És akkor utána ülni kell rajta két órát, vagy mi? Hát nem is két órát, de valamennyire annyit, igen. Tudod, ez ilyen lassan nő, de jó a termés. És megvárjuk, ameddig ilyen félig megnő. Hát százból, hogyha félig várjuk meg, úgyhogy megőrősebb az, hogyha ne végigvárod azt, hogy csak félig nőjön meg, mert azt mondom, hogy egészig nőjön meg, akkor ilyen három termés azt learatni egyetlen növénykéről. Hogyha megvárod, hogy csak félig nőjön, akkor meg kettőt. És még kétszer annyit kéne várnunk, hogy megnőjön teljesen a növényke, hogy hármat szedjünk le, az meg időkidobás. Igen, igen. Na, szóval a kettőt, és addig meg úgyis csak egy vizet és egy trágyát kell így bepackolni a kis növényt. Az, hogy meg teljesen megnőjön, az meg még egyszer meg kell öntözni, meg még több időkaparás. No már most, itt a városban vannak ilyen bizonyos mukik, akik ilyen, hát ilyen kis, a bandák, mert ilyen kis városi maffiák, akik itt a város különböző rablásait, meg ilyen anyagaival foglalkoznak. Ugye minden család foglalkozik egy-egy minden különféle fajta anyaggal. Ez lehet akár drog, kábítószer, bármiféle fajta lőszer, fegyver, bármilyen rablásokhoz szükséges cucc. És ja, ezek az úri ember... Jaj, valakinek nagyon rossz a hangja. Jaj, ez fájt. Na, hogyha ide jössz, akkor itt látod majd Mukit. Muki, ő itt az egyik ilyen városi maffiának az ilyen kis, hát ilyen alapszintű kifutó fiúja. Ő lényegében, hogyha itt... Az ott is, hogy mert ott menjek el valahova. Ja, akkor azt gyorsan csináljuk meg, ez egy csomagozós meló, ez egy nagyon alap meló, mert nem bíznak mi meg benne, de engem ismer, de hát azt mondják, hogy így senkiben nem bíznak meg. Elhozol neki körülbelül ilyen 50 csomagot, 50 ilyen melót megcsinálnak, és akkor azt fogják mondani, hogy te nem vagy rendőr akkor nagy eséllyel. Mert nem hisznek el, hiába vagy jó, hiába van a sárba, hiába van a hiszterkérdésed. No, de ezt egyet megcsinálom neked, mert ugye... Kérti tőle melót, beülöd, légy szíves. Lop. Tessék. Jop. Köszi szépen. Mire nem jó a fedélzeti kompjúterben. És ezek után, utána én most meg fogom neked venni majd a magot. Igen? Amit persze ugye tőled elkérem tőle a KP-t, mert nem vagyok szeren, vörös kereszt, hogy én pénzt adjak. Igen. Ha, melyikre kerül van? 10 darab csurin darabja. Szóval rohadt bocs. Számolj össze, hogy kb. 2,5 millió. Ezek az úriembereknek tudsz jelölt pénzt kimosatni. Igen, az jó. És tudsz, hogyha az 50 csomagot így elszállítod nekik, utána tudsz... Köszi hurek! Nagyon nagy király, és köszönöm a szupercsetet. Itt tőlük tudsz így a bizalmukat meg tudod vásárolni. Konkrétan. Várj egy pillanatot. Mert az ott az izé Puffy bátyjának a... standja körül van, és gyorsan berádiózom egy pillanat. Átjövök a... Ja, mert ilyenkor idegbe jönnek? Zsali, érkezünk azt a plac mellé csomagozni. Jó. Visszajövök szépen a sajátunkra. Jó, kimegyek, akkor addig odaadom. Persze. Kaptam tőle egy gyanús szajrét. Na, abban ne túrjál bele. Jobb nem tudni, mi bártják bele magukat. Ők se kérdeznek mi felőlünk, mi se kérdezünk ő felőlünk. Aha, bizony. Igen, fogalmazzunk úgy, hogy a városban itt van egy ilyen kimondatlan törvény az illegálok között, a bandák között, hogy... Mindenki alapvetően tartja a száját, és így nem beszélünk ki az üzletről. Meg másokat fölöslegesen nem kevesünk szarba. Halló, van valaki rádión? Jaja, cselvenom. Jaja, itt a Digó, hello. Szuper, merre vattok? Jelenleg Pestihez kért egy melót Digó, és azt éppen azt visszük el. Oké, Pestinél megvárunk.
Csak én. Figyelj már, hogyha úgyis oda visszük vissza. Nem ugrunk be a maszkoshoz? Vennék azért egy maszkot. Oké. Persze. Venom, beugrunk maszkhoz. Utána jövünk. Oké. Ugorjatok maszkhoz. Ez egy lövés Lég. Volt. A légi placon van, a dara-dara. Légi placon van, dara. Hát a bizony, tudod, ahol volt a Renault Fradis üzletünk. Igen? Ott van mert dara. Bent a lövöldözése jön. Mert? Fene se tudja. Mindjárt kinézünk. Na, ez a szexi fekete maszk az jól áll neked szerintem. De hogyha mi jó hipster izőn, ilyen hozzád élő szerintem, másik szerve nem tudtam színezni. Szerintem. Ilyen aranyszínű, mit szólsz hozzá? Ez mit szólsz? Sága. Kettő-kettő-kettes polcot látod? Nem, én teljesen más polcokat látok. Nagyon nagy a pofám. Ó. Oh. Azért mondom, a sárga. Ilyened, ilyet fogsz találni szerinted? Nem, ezek vannak, amiket mutatok. Akkor ez van, ez van. Akkor abból a feketét szerintem. Az... Feket. Akkor itt van a koponyás. Vagy a koponyás is, jó, jó, jó. I know. She thinks we're all sisters from another mister or something, and we've barely hey. Ever hung out. I don't know, it's like I flash some chips and they want to know what I do, who I know. Jó, van fasza. Yo, bitch, are we fucking? No? Várj, átöltözök azért, hogy ne ismerjenek föl. Persze. Hát nem sikerül, hogy én látom. Nem nagyon. Ah, megvan. Esetet, mi? Ez jó lesz. Na, ez így jó. És akkor vedd el a maszkot. Na. Lehet egy cipőt is. Ah, nem jó az a cipő. Hát törni fogja kint a hobok a lábadat kint, de hát te tudod. Hát akkor menjünk le egy ruhásból, azt felszak egy másik cipőt, hogyha annyira rossz. Persze. Várj. Ezen kívül csak a makkos okay, cipő van nálunk. Csak még adjuk le a csomagot. Ez itt van persze, balra. Persze, azért menjünk itt valami kocsának. Elviekben. Gyakorlatilag nagyon jó kérdés, hogy hol vannak. Ujj, hát itt nincs senki, je. Venom, bárre vagytok? Itt vagyunk izőnél, Pestinél. Csővel? Ja. Ez egy csó. Csodáré. Szevasz. Alika. Jöttem telót, izé, számot sorizni. Melyiket? Enyémet vagy az övét? Kettőt együtt. Ó, oh, hát az enyémet még nem tudod. Mert nem adtad meg! Nadik. 18-207. Na 18 mi? 207. 2-7? Igen? Yeah. Milyen néven? Big Daddy, úgy. Odaírom a csicska. Aha, jó. Na. Zárat a szádra. Mi van már ilyen? Nincs ilyenem. Kiben tette be bohóc néven? Nem tudom, de megsértettél vele. Hát most néztem végig. Nincs egy seg, nincs pohóc. Akkor lehet, hogy a számon van már elmentve neked valahogy. Hát... Még egyszer, mit mondtál? 18-207. 18-207, igen. És mi a probléma? Nem probléma. Aha, jó, hát a Raven számát mentettem el a névben, hogy a te számodat mentettem a Raven nevén. Akkor azért volt fura, jó. Akkor ezt átírom, és igen. Erről egy kellemes tapsot tudok neked a felajánlani. Ez jó lesz ez a sárkány. Valaki azt mondta, hogy ez te vagy. A taps. Aha. Igen, köszönöm. Én vagyok a taps. Jó, van.
nem is. Igen, hallom valami is megjöttem. 5-9-6-4-3. Leókem, láttad az csomagot? Hogy? Láttad a csomagot, Leo? Le. Jó. Akkor mennyit mondtál? Mennyi busz van nálad? 100? 100-as. Jó. Egy fel nem fogható szépség az úriember. Pár pillanat kell, hogy megtaláljam. Kicsodát? Nem tudom. Hát a Mukit. A Muki ez 5 méter odébb van. Itt a Muki, itt előttem. Aha, megvan. 300 magat kéne. Ja, mert hogyha majd megbízik bennem, akkor tőle lehet majd venni a izéket is. Nem, tőle nem, ő majd elmondja, hogy hol van. Elmondja, hogy hol találod őket jelöl. No. Akkor gyere le, Oaken, menjünk tovább. Na, akkor... Jó mulatást, én is csomizok. Csomizol, vagy izé? Csivel? Hát csomagozok, csak én a másiknál. Csoki, kitartás. Ajj, nem tudok kimenni. Szokták mondani. No. Venom, merre megy? Nincs nagyon válaszolni kedve ezek szerint. Biztos meditál-e? Jaj! Az jó volt. Gratulálok! Köszi! Ő is új nálunk? Vagy ő kicsoka? De vagy is. Ő régi. Ja? Ő régi csóka. Ezt elfelejted, jó? Nem látod. Persze, igen. Felírom a többi közé. És ő is izé kinges? Igen, ő is tesó. Jó, akkor. Ő is tesó akkor. Igen. Nem baszom el. Ez csak szegény hasonló, mint én, hivatalosan is gyökér. Na, értem. Ilyen messze menőbb alfasz. Fogalmazom ki. Lehet, hogy ahhoz mentő kell. Mióta van itt a hír? Szerintem legalább egy... 40 éve. Hol vagy? Csocsi ül a fűbe. Fűbe szundikálva. Hol van? Én nem is látom, csak a motorján. Hallak, csak nem látlak. Éppen rajtam tapos bohót. Igen. Jó van. Nézd, itt van. Éppen rajtam bohóc. Ha, most már látom. Jó van, most hát nyugodjon békében. A gondolod? Nagyon jó, köszi. Na, egy kellemes izé... Operációt, azt hiszem. Operációt, igen. A mentő már kiindult a helyszínre. Köszi. Majd elfutsz placig. Nem jövök vissza, érted, menjünk kis szigetre. Csáll. És mindennyien ilyen jól vezettek egyébként? Nem. Vagy csak többen egy rosszabban veszettünk. Ennél? Ja, várjál, kizért. Másfél perc alatt kétszer borult fő a kölök. Most az első az nem az ő hibája volt, hanem a csomagtartó kinélett az arcájára, de hát megesik. Itt meg csak a híd elé áll. Nem, úgyis a srác az mester ilyen menekül. Tehát, hogy minden balfassága mellett, hogyha tényleg számít a szituáció, akkor üzdékoktan mindig szokott csipákolni, amiért, hogy nem tudja normális üldözést lefolytatni, mert azonnal elmenek le a rendőröktől. Aha. És vissza kell mennie, hogy a rendes üldözés legyen neki. Lehet, hogy félnek tőle, nem? A vezetési stílusától én is félek. Azért lehet, hogy látják, hogy így vezet, megöl mindenkit, inkább nem üldözik. Van, lehet, benne valami. Viszont van kint egy srácunk a szigetem, viszont meg ugye mi is kimegyünk, szóval veszek egy jó adag proteinséget, hogy itt a... Az úgyis azt mondtak, hogy elmertek, a gymben jó csajok vannak. Ja, jó rendőrök. Hát ilyet, Anatoli Gyatlov. Szerintem nincs, ez nem lesz. Ja, hát akkor. Ezek szerint vételezni kell. Csali! Halló, miért nem segíted? Csumi, dáj, hi, hello! Halló! Szeretnék kérni kiránduláshoz egy jó
8 darab proteinséget. Rendben, 100 darab van esetleg. Nincs, de a te szemledre szeretném illetni. Szemlémre, nem mindre biztos. Jó, te dolgozol itt. Szemlél egy ideje. Aha. Jó, hát akkor egy 8 proteinséget szeretnék kérni. Az érföldes régi haverom. Csak nem tudja, mert maszk van rajtam. Ha? Bányáztunk együtt, tudja. Tudod? Nem. Hát nem, nem tudod? Műző hatalmas arc a csávó, kurva érzéke van az üzlethez. Ja. Nem csodálom, hogy felvették ide. Kosszán lesz a gondolat. Ja, persze. Inges volna ezt csinálnak. Leó, hol? Hát először jussak be egy fekcióba. De azt régen dumáltunk, hogy össze kéne futni valamikor. Hát, nem tudom, hogy megyek izé kirándulni kifelé, szóval... Parancsolj. Köszi szépen. Csali Dave, kitartás. Kösz meg csővált, hello, Mao. Csal, hello, ka? Na mi ez, Benom? Jancsi Mecsi elvitt a szexotthonba? Aha. Na. Igen. Ott egy kis dugós eset. Aha. Na, de mindjárt, ti már vattok? Jelenleg megyünk a hangár fele. Meg vagyunk pakolva, mandálunk sék. Melyik hangár fele? Városi. Ja, várj, akkor még felvesz a külszaktiteket. Glorious 9 FPS. Miért veszel fel minket, amikor mi is feléhez megyünk? Hát én szeretnék felhőzni veletek. Tudod, ez ilyen beteg taxi. Erre most hadd nem mondjak valamit, hogy te akarsz állítozatni, oké? Okay? Amúgy igen, én is ezt akartam mondani. Ez egy remacsó. Kettő vezetek heli. Jó. Néha nap olyan ilyesmi heli fordulnak. Jó, csó, szerintem te is a helikopter vezetés ne szólaljon meg, oké? Okay? Ne, most halt meg volna. Inkább szedjenek össze ebbe a mentőség a kórházba. Édes Istenem. Szokták mondani, hogy a családra nincs orvosság. Hát nem nagyon van. Legalábbis legális nincs. Hát másra meg figyelj, túlságosan szeretem a hülye fejüket ahhoz, hogy bármi máshoz csináljam. Így, így. De te időt töltesz velük, akkor azt te is eljössz arra, hogy bármekkora gyökerek vagyunk egymással általában. Azért. Olyasmi, hogy a testomat csak én bánthatom senki más. Mm-hmm. Merjen bárki izé, rosszul nézt a fejedet, összeverjük picsába. Vagy erősebbet kap. Whee! Sokan mondták, hogy hülye vagyok, hogy a gél, hogy rátettem az izét. Mit? Levettem az alapvető kereket a géléről és lecseréltettem terepre, de kurva jól megy terepet cserébe. Nem tudom, szerintem a Mercedes szar. Csak a BMW. Ízléséges pofonok. Venom, létszi, ne darálj le minket. Köszi. Csöcsönjetek. Várjál, még el kell mennünk izért, cuccér. Várjál. Ja, nem baj, leparkolunk oda is. Sure, figyú, ki tudtak, neked már, te vagy, fel vagy pakolva trágyába is vízzel? Nem. Jó. Másik csalában már megcsináltak. Amúgy tényleg beportunk bárhova. Persze, csak van feladatom számodra. Figyú, Timo kint van jelenleg. Igen. Ki az ajtót? Azt mondom, nem tudom. Jó, fejlődök egy pillanatra. Aztán, what? Köszi, Venom. Jó, megfogom, szépen előre nyújtom neked itt. Mondja, srác, milyen frakcióban van? King of the Streets. Okay. Jó, ezt ki kell egy Timónak, mert Kimon a százasan is éhen pusztul mindjárt. Oké. Köszi. Megjöttek akkor? Megyünk saját a kettő heli jobb, mint egy. Jó van. Akkor majd kint Ali. Vezeted majd a heli? Oké. Tudsz vezetni helikoptert? Persze, profi sofőr vagyok. És zuhanni tudsz vele csak, vagy esetleg felfelsőt mozgatni? Nem, úgy repülök, mint a sólyom, mint a sas, mint a héja. Melyik a magyar? Úgy repülsz, mint a sas, akkor Isten óvjon minket ettől. Miért? Mi? Az jó repül a sas. Hát nem igen, a sasi tesség. De én a másik, de... Ja, jó. Várjál be, elképzelj.
Innu, hát akkor oké, vezethetsz helikoptert, de csak óvatosan. Persze, sima. Kurva régen vettem ki. A hangárból. Poros, mint az áll, őrület. Na gyere, te vezetsz. Odaadtam neked a szajrét? Milyen szajrét? Hát, ja, izét? Aha. A... Földet igen, az akkor jó van, akkor azért nincs nála. Majd előírja, hogy hova menjen. Persze. Itt import bácsihoz megyünk. Be tudjuk venni a... előre szólok, nincs ejtőernyő. Nem is kell? Húzd be a kerekeket, jó? Ez ajánlatos. Itt a... látod, ott van egy... Ott van a izé, ott van a gép, ott van, ott látod, ott az egy izé. Látod, jó, ott van, ott még nem vezettem helikopter. Ja, jó. Na, hogy itt nézze, hogy itt már, tehát direkt maradj csak így a levegőben. Levegj egy kicsit. Itt, hogyha megnézed, akkor itt látszott egy kékre itt a műszerfal jobb szélén, itt látszott egy magasságjelző. Látod? Nem. Na. Kék. Itt erős, igen, itt ilyen világos kékszerű magasságjelzőt látsz. Hogyha nem mehetsz, akkor valahol, igen. Aha, harmadik csiknál vagyok. Na, igen. Lényegében annyi. Bogósz, Jordannek tudsz hozni egy kaját, köszi. Persze, van nálam több is. Na, gyere, menj le a jelölésig, csiknél, süllyedj. Nem azt mondtad, hogy Timo itt van a szigeten ültet? Elvileg kint van. Mindjárt elhív a perje. Gyakorlatilag nincs, egy heli sincs itt. Gyere, itt van. Semmi, ezt nem látom. Köszi. Akkor. Jó, óvatosan. Húzd fel. Jó. Igen. Menj egy kicsit balra. Fordulj balra. Ne szállj le. Emelkedj egy kicsit. Jó. Balra, egyenesen. Kicsit tarts. Kicsit fordulj balra. Ott azt a hajó mellé látod? Azt a hajót. Na. Próbáld meg kikerülni a darut, és ne daráltass le bele minket. Bele fogsz menni a daruba. Jó. Oké, okay. Fordulj meg egy 180 fokot, igen, menj egy kicsit előre. Jó, és szállj le oda a daru mellé. Vagy le a partra. Vigyázz a lámpaoszlopra, lámpaoszlop. Vigyázz, ne ereszkedj, mert letárolod a lámpaoszlopot. Jó, csak így... Frontit nem hoztam magammal. Jó, itt próbálj meg tenni a helikoptert így, hogy... fordíts be a helikoptert, hogy a segge legyen ott a rámpához. Jó. És tedd le a helikoptert. Csak óvatosan, nehogy letered, hogy belemész jelenleg. Jó. Mondjuk így szívbajos. Nem szívbajos vagyok, csak... féltem a helikopteremet. Nem lesz semmi baja, vigyázok rá. Hát... profi vagyok, ahhoz képest, hogy először vezettem repülőgépet, egész jól ment. Aha. Olyan, mint a izé, szimulátorban nem vettél még soha se körülbelül? Hát ülni is előttem még, de már van egy stukkerem. Kaptam egy izét, egy berettát, aztán puvibától, de nem biztos, hogy tőle. Valakitől kaptam egy ilyen stukkert, csak azt mondták, hogy nem jó, hogyha meglátják a rendőrök, mert akkor lehet, hogy le fogják tőlem foglalni, és akkor elrabolják. Hát ez nagyon így van. Ilyenek, nem, nagyon kedvelik a rendőrök az illegális tárgyakat. Ja, de akkor intézi a diába egyébként a izét, a fegyverviselésemet, és akkor legálisan is lehet nálam a stukkert. Na, tök jó. De az nem beretta. Ami nálad lehet akkor. Hát nem, de hát embertől. Nos, hogyha ide jössz, akkor látod itt Mukit, ő import bácsi. Mm-hmm. Hogyha itt belenézel, akkor itt mutat neki egy katalógus, mit tudsz tőle venni. Igen. Az a baj, hogy nem látom. Látom. Na mindegy. Hát nem kezelt látom, víz. Újra kéne gondolnám magam, de mindegy. Na, kezelt vizet is, te egyet kéne tőle venned, 300 darabot. Mondjuk 350-350 lett inkább, hogy legyen egy kis, hogyha esetlegesen túlöntöző valamit, hogy ilyesmi. Jó, amelyben nem fél hozzá több, akkor nyugodtan adhatsz nekem, és akkor én lefutok vele. Oké. Okay. Tesz elég pénzed? Persze. Oké. Meg is van. Akkor gyere,
tehát a helipek itt nézd, hogyha megjössz, ide jössz, ottól, akkor itt, hogyha hátulról belenézel itt, így le tudod hajtani azt a kis csapot, és akkor be tudsz nézni, mint a hátsúlyában, arról mögött ott van a kis tároló. Menj is bele, csak nyugodtan kibányász. No. Most te vezet? Jaja, most ezért kell. Szakszerű gyors kell. Mire jó, meg vagyunk importnál, mehetünk. Le sú voltam, nem voltam elég gyors? Hozzatok már egy papírt, itt Timos pangzit akartak elni. Nem azt mondom, hogy nem volt egy gyors, hanem izé. Nekem izén van, tudod, én hát hogy is mondjam, képzettebb vagyok helikopterre, mint általában csapatunkban sok ember, és igen, azért itt volt egy pár alkalom, amikor itt elgondolkoztam, hogy izé mit csináltam eddig az életemben, és hogy egy helikopterben volt. Ah, mindig helikopterezzen? Én nagyon sokszor szoktam el telepbe, igen. Szokták mondani, hogy ilyet veszélyesen vezetek, de hát ez teljesen igaz, nem hazugság. Ez olyan, mint egy csó nem tud vezetni meg küzé. Miért van az, hogy ugyanúgy akad, mint tegnap? Akad nálad azt? Nem, se tud. Nézem, hogy a Twitch-en nem akad, a kicken nem akad. Voltál-e már itt kint? Nem voltam még soha. Sose nem. Soha. Soha se nem. Értem. Na szóval, ezen a szigeten sok minden jó dolog van. Itt lényegében a rendőr általában a szöki évente kétszer szokott kijárni. És itt vannak a kiváló termőföldjeink. Ahol mindenféle fajta drogot tudsz termeszteni, vagy akár vegyszereket tudsz itt. A jó kellemes hőmérséklet miatt a vegyszerek is gyorsabban tudnak, hát összekeveredni. Na. Érkezünk elével. Okay. Szóval. Ide szoktunk általában kijárni, hogyha a kötelezőket csináljuk, vagy az újoncoknak kell ugye a beugróját lecsinálnia. Mindjárt fogod látni, hogy a többiek hova szálltak le a helikopterükkel. Semmi akadást nem látok. Oda hátsó végébe. Nagyon okosan. És hallottad a lövést? Igen. Megint? Szerintem ránk lőnek. Venom, iskoládat. Ja, Venom kell lövöldözött ránk, mert úgy érzi, hogy szükséges, pedig nem az. Na, pattanj, gyere. Hülye vagy, nagyon ugye tudom. Nem. Aha. Csövettetek mi? Hallottam, hogy én balfasz vagyok, baszod a gépet. Nem, én félek semmit. Mit mondasz, hogy balfasz vagyok? Tudd el, jelent Timo. Fúsza. Na, azt hát most hallod? Bohóc. Merre már ide? Bohóc. Kérsz egy zsákot a fejedre? Ott tartottuk, hogy akkor Venom bácsi, akkor mutasd meg neki, hogyan kell ültetni, mert az már nem az én feladatom. De hogy is nem. Hú, de megverom. Gyere, nincs nálam lófasz, sebben van minden a gépben. Hát akkor gyere, szedjék. Ott van, ki kell venni. Figyelj, vegyék ki egy 550 dolgot. Túl izé, alagy, magasan van a gép. Mi az, hogy magasan van a gép? Hagyjad már. Tényleg magasan van a gép, váltuk csak félre. Nem te vezeted, nem a helikopteremet nem vezeted, biztosan. Ne, Mi az? Még majdnem bedarált a rotor. Hát de miért? Hát a hátul túlkáltam, azt beindítja a motort? Meghalok. Hát igen, hát kicsit arrébb állt, hogy elérd a szét a csomit. Nadik, hát ezen nincsen vissza pillantó? Milyen? Hát kamélonozni kell? Hátrafelé repülni? Mi vagyok én? Kolibri? Hát, pontosan. Igen. Be van zárva a géped? Tudod mi vagy? Hát, tudja faszom. Nem, mindig szóval. Te csak egy vásári bohóc vagy. Ha? Nem lehet belenézni, olyan szar ez a hely. Megfogod szépen, zsákat húzok a fejére. Na jó, ezt tetszett, csak de gyorsan. Esküszöm, ezért ki foglak pülézni. Arrébb rakjam én? Ne. Meghúzom a zsákot a fejedből. Hát ez így nehéz lesz. Leókám, álljál csak félre. Leó, kivetted okay, félre álltam. Nem, hát nem tudom, nem érem el. Állj félre. Állj félre. Állítól, vigyázz! Addig mutatok neked egy térképet. Tudj már a szokásos földre. Aha, ok. Pufi bár hol van? Nem tudom. Jó, itt szépen megfogadja a térképet.
Úgy néz ki, mint egy prospektus. Feri is itt ültött először is utoljára. Látod, látod. Szia, Gerikém! Mi a kedvenc számod a mai napon? 265-ös. Parancsolj. Itt meg fogom, átnyitom neked itt a térképet. Ó, köszike. Aha. Szuper. Szuper, szuper. Parancsolj, ezen a területen belül fejezette jó a föld. A 367-esre is el tudod izélni? Na nézzük. Az, ami nehéz. Basta. Nem fér el nálam, baszki, ennyi, ami kérlek. Timo, Veto. Ja, 200-at próbálj meg. Azt próbálom, nem fér el annyi. No. Akkor próbálj 100-ast, hát az elfér. Az elfér? No. És kivezik egy százast, azt... No szóval, barátom, gyere, megmutatom neked, hogyan kell csinálni. Ha már Venom bácsi nincs, Venom bácsinek nincs kedve dolgozni. És van nálad? Figyú, hogy hívnak? Bocsi, már nem tudom, a te nevedet nem tudom. Jordan. Jordan, yeah, oké, okay, Jordan. Alapvetően izének, Leónak a feladata most ültetni, nem a tied. Segíthetsz neki, de ettől függetlenül az ő feladata. Oké. Okay. Nem is, kint vagyunk, amíg a szórakoztatást biztosítjuk. Ja. Aha. Bohóc oda végig. Segítek neki most. No, szóval ide jössz, mondjuk, nem tudom. Itt szerintem meg nincsen benne, nem? Itt benne van? Na. Na, gyere, Jordan-ként. Már biztos jó vagyok, és akkor elkezdem gondolom ültetni. Itt ezt nem végezhetem. Nem. Egy almafa. Ah, oh, igen. Igen. Úgyhogy itt lehajolsz itt a kis növénykéhez, akkor itt látod. Itt szépen, figyelj, csináld utána pontosan, amit nézd, itt meg fogom őt. Megcsináltam. Előveszem megültet... szépen egy ásócskámat, meg fogom egy körbe ásom itt szépen a növénykét. Megtettem rá egy kis vizecskét, egy kis szart. Így. Na, tök jó. Most akkor ezt... jó pár szó kell megcsinálnod. Leültetsz 200 darabot, akkor megvan a 4, akkor van meg 400 darabod. Jézusom. Ja. Időtöltés. Igen, igen. Elfáradsz on pienk, beszélgetni akarsz, akkor odahívsz valakit rádión. Közben amúgy nyugodtan kell leszgéthetsz, hogyha van bármi kérdésed amúgy. Bohóz van cegit. Vagy nem nekem? Lájmo az baszki. Csak megkérdeztem. Bohóz, de közben mondjad neki, hogy locsolja, meg trágyázza. Kösz. Csinálom. Profi vagyok, ne viccelj már. Azért. Addig még közével Jordannál körbenézzük a szigetet. Körbe mutatod neki az összes helyet? Igen. Csak ki, addig itt maradok Timóval, védelmézzét Leo. Itt olyan sokan szoktak jönni ültetgetni, ezért kanabiszt vagy mi? Szoktak. Múltkor két sáncunkat, nem itt, hanem az 50-es földön, ami lényegében egy kicsit rosszabb, mint ez, fele annyira jó. Aha. Ott üzé, rámentek a kedves parabellumosok és lepakolták őket. Azt hittem a parabellumosok azok jó fejek. Ott, hát fogalmazzunk úgy, hogy ha hozzánk akarsz, ha hozzánk tartozol, akkor így meg fogod érteni, hogy a parabellum nem a kedves családok, nem az általunk kedves családok közé tartozik, messze nem. És akkor ki az? Ki az, aki jó fej? Ki az, aki span? Hát, ki, mivel mi nagyon jóban vagyunk, hogy az a drága pufi bátyádék családja, ugye az Aztekasz, amivel nagyon jóban vagyunk. De
lényegében eddig ennyit kell tudnod, mert többet nem adok ki, ameddig nem vagy izé hivatalosan is. Jó van. Nagyon információt így a családdal nem fogok kiadni, mert ja, ez az egyik ilyen fontos dolog, hogy ameddig, hogy külsősnek nem adsz ki információt a családról, semmiféle fajta módon. Aha. Jó van. Tehát bármi másról nagyon szívesen beszélek veled, legyen az például mondjuk bármiféle ezért, városbeli illegális cucc, akkor a maffiákról szívesen mesélek neked még. Na, mesélj. Szeretnél. Mindenről szeretnék. Szűz kisgyerek vagyok ebből a szempontból. Na. Szóval. Vegyük azt, ugye voltunk most a Pestinél, hogy ugye mondtam, hogy ott a 2,5 millióba körülbelül tudsz tőle itt megvásárolni a szeretetét így nagyon. És akkor aha, viszonylag jól, nagyon fog szeretni. Ott őknek ugye a bizalmuknak így ilyen, ők ilyen többszintes bizalomrendszert építettek ki maguknak, és minden bizalmi szinten tovább mutatják be neked a kis családjukat, tehát azt, hogy több mindent csinálnak meg neked. Ugye, hogyha elviszed nekik 50 futelmelót, akkor fognak neked biztosítani pénzmosást, valamint ilyen drog összetevőket, tehát a cannabis magot tudsz tőlük venni. És abban amennyiben elérsz a bizalmuk szint, bizalmi szintjének a 2-es szintjére, hogy úgy gondolják, hogy méltó vagy rá, akkor meg fogják neked osztani azt, hogy különféle fajta ilyen drogokat te tudsz majd az ő segítségűvel gyártani egy bizonyos drog laborban. Hát egyfajtát, ezt a bizonyos kanabizét, sűrített kanabiszt tudsz lényegében. Sűrített kanabiszt? Hát ez olyan, mint a sűrített tej? Nagyjából olyan, hatása szar, nem szoktuk általában tolni, mert helikopter. Nem olyan hatékony. Mi vagyunk? Az Venomék. Jó van. Csápufibá, mi a helyzet? Hogy vagy? Ó. Csőpufibá. Cső, hallasz? Na csá, kerest, aha, kerestél, mit zúva? Jajaja, köszi szépen a kocsit, kurva jól megy. Olyan, mint egy álom. Na, megkaptad? Meg a vizék, a mesinénék, meg ki is tuningolták nekem. Erre vagy, mit csinálsz? Hát, tudod, kertészkedek. Ez meg egyedül? Nem, itt vannak valami a többiek, itt vagyunk szerintem olyan hatan. Jó van akkor. Akkor jó kertészkedést! Kösz, bazd meg! Csubi! Cső! Jó kertészkedést! Mindenki kedvence. És vannak, akik egyébként ezt tolják, de mint az állat. Szóval van, aki csak azért jár fel, hogy ezt nyomja. Gecire nem értem. Ez az egyik dolog, amit a legjobban utálok csinálni. A drogtermesztést. Legalább csak te csinálod, a többiek meg nézik. Aha, igen. Ők a jó társaság, meg védenek, gondolom, hogy ne lőjenek agyon, mint egy kutyán. Pufi, ez szivatásból szervezte sok éves bosszú. Lehet egyébként. Azért izé, mi az édesget be engem a King of the Streets-be, hogy bosszút álljon. Kiderül, minden héten kell ültetni ezért 400-at, tudod? És így ez a... Aha, oké, akkor megölöm magam inkább. De most leraktad, akkor be is vesznek a frakiba. Bolond vagy, tudod mennyi mindent kell? Ez semmi még. Hát ebből, hogyha leültetek 100-at, abból lesz 400, és 800 kell. Egy körbe szerintem le fogok tudni ültetni egy olyan... 50-et? És azt hiszem, hogy egy óra míg megnő. Szóval, hát ez egy idő lesz, mire bármi lesz belőle. Azt hiszem, hogy egy óra egyébként, amíg megnő félig. Vagy valami ilyesmi. Egyszer már csináltuk pufékkal, és akkor is kurva unalmas volt. Beszarok, hogy a King ez... Te mi vagy, Cube Fox? Mesélj! Inkább keres más illegát. És... Hol van az elhivatottság? Kamorra?
pont most szítek a kamorát. Azt hiszem a kamorát szítek. Hát akkor ma nem leszek ezek szerint. Jó, hogy ma nem lesz ezek szerint. Micsoda? Meg ez az egész? Hát szerintem ez ma nem lesz. Mi történt? Valaki összeesett? Na bazd meg, Bóc meghalt. Kapott egy maflást, egy ilyen tajtópofot, azt egyszer agyott. Bevigyem én. Mitől? Megöltétek? Aha. Dehogy egy kapott. Egy kapott. Sier rosszul bírja? Ha persze. Pedig úgy néz ki, mint egy férfi. Igen, úgy néz ki. Gyere, a zsebéből a cuccokat vedd el. Mert én azt tudod, hogy nem bírom. Most a legjobb még az, amikor meg kéne találni, hogy jól van. Hokolva vannak nézeteltérések, igen. Ó, én nem követem ezt, hogy kit utálnak, meg ilyenek. Azt mondták, az a havi 200 egész jó naponta ültetsz egy keveset, azt gyűjtöd a tárolóba és leadod. Hát ezt át kell azért gondolnom. Azért az alatt, amit a 200 drogot leültetek, streamelhetnék valamit, ami izgalmas, vagy csinálhatnék valamit, amiből pénz van. Meglátjuk. Azért én alapvetően olyan bandába akartam menni, ami nem foglalkozik droggal. Az nagyon... Az volt az alapvető, hogy csak droggal ne foglalkozzom, mondom. Ne kelljen ültetni. Mi az első? És mit kell csinálni? Kell 800 cannabis? Jó van, jó lesz. Nem kell 8 ez a fűből? De igen, de úgy van, hogy ezt elülteted, és 100-ból lesz 400, vágod. Jobb lett volna a Bloods? Nem tudom, a Bloods mivel foglalkozik, őszinte legyek már. De azt hiszem, hogy ők leadták a drogokat. Dik. Dik. Rábíztalak, de akkor milyen embert nem állt volna belőled? Mi? Mi a hát baj? Hát nem lettél volna ilyen puhány, mint ő, baszki. Én biztos nem vagyok ilyen csöves, kiütnek, azt meghalok. Erről jut eszembe. Venom, majd veled is beszélek, de majd más is kell. Miről beszélsz velem? Ez melyik szerver? Ez a GTA 5 szerver. Nem beszélt? Csutapest. Egyébként. Hát, csak kérdezem. Ő a tanárod? Ja. Ne égess. Nem, bohóci vagy. Te is új frakit nem akartál megint kezdeni, mint régen? Nem. Az van, hogy én ilyen heti 2-3 alkalomnál többet nem szeretnék RP-zni. És az meg nem elég arra, hogy elvezesz. Elvezess egy frakción. Így nem nagyon volt ahhoz kedvem. Hogyha abból 100-ból 400 lesz, akkor 200 az 800? Nem tudom, már megnézzük. Én tök hülye vagyok. Hozzá kiderül. Azt mondták, hogy 100-ból lesz, vagy 1-ből lesz 4. Vagy várjál, nem. Azt mondták, hogy 1-ből lesz 2, hogyha félig van. És hogyha tele nőne, akkor lenne 3. Geci, akkor 100-ból 200 lesz csak. A kalandjáték kockázat. Mire fegyver összeszerelés az jobb lenne? Fegyver összeszerelés, akkor meg állni kell a izé mellett, nem? A craft asztal mellett. Azt meg lehet csinálni úgy, hogy izé. Hogy fogom aztán miközben melózok napközben, csak berakom a szerelést. Azért nem lett volna a gáz, mert akkor streamen kívül fogom, berakom, az go. De itt nem tudod azt csinálni, hogy izé berakod azt, majd elülteti magát. Ezt gondozni kell. Meglátjuk, mennyi időm maradt hétvégén, hogy mikor tudom ezt izé befejezni, hogy megcsináljam nekik. Aztán át kell gondolnom az egészen. Csak a beugrót kell neked leültetni, nyugi. Hát meg utána havi mennyit? 400-at vagy mi? Az a baj, hogy ez pont annyira mozgat, hogy sem ennyire.
Azért mondtam. Direkt mondtam Pufinak, mondom. És hova menni? Hát mondom, menek ki legalább, csak ne kelljen drogot csinálni. Csak ne kelljen ültetni, ez mi volt az? Azt megoldod másra. Az lesz a terv egyébként. Az lesz a terv. Megveszem mástól, bassz meg. Lesz pénzem, csak megveszem. És az ültetés nem lehet másra kiváltani. Úgy van, hogy ennek az ültetésnek nem az a lényege, egyébként, hogy ez olyan rohadt fontos, hanem ez azért van, hogy lássák, hogy időt és energiát áldozol a frakcióba. Mert hogy ez egy szopás. És épp azért, mert szopás, ezért lássák, hogy te egyébként ezért a frakcióért szívesen szopul. Szóval ez nem egy olyan világrengető szörnyűség. Ez direkt azért van, hogy kiszűrjék azt, hogy az olyan játékosok, akik csak feljönnek fanolni meg ilyenek, de nem megfelelőek egy frakcióba, azok kiessenek. Mert az nem fogja ezt megcsinálni. Viszont aki meg izé, komolyan veszi, és elhatározza magát, az meg megcsinálja. És azért csinálom én is, mert ez egy gesztus. Ez egy gesztus. Még hogyha a végén azt beszéljük, hogy ebből kell havi 400, és azt mondom, hogy akkor inkább megölöm magam, akkor is legalább az elsőt megcsinálom, és akkor látják, hogy azért nem vagyok egy ilyen izé. Nem vagyok egy ilyen szararc. Ez annyiban jobb, mint a Blood... Fene, nagyon szépen köszönöm. Annyiban jobb, mint a Blood, hogy azért Puffiti nagyon csípitek, és a King az pedig szövetségben van a izével, az Aztekasszal, és akkor itt többet tudunk együtt RP-zni, gyakorlatilag ez így benne van. Meg egyébként jó fejnek tűnnek a Kingesek egyelőre. Nekem mindegyik egyébként szimpi volt eddig. Főleg a srác, aki egyáltalán nem tud vezetni. Aki csak borul. Az a legjobb, ő a lélek állatom. Szép úgy kemunkában idő, azt nézem tőled streambe, hogy túrod a földet. Hallod? Farming Simulator. 2024. Cső, Pufiben mondjad? Kis szuki. Jaj, cső. Az? Igen, mondjad. A kis szuki nem neked ment. Figyelj, intéztem neked az acélt. Van. Már megvan. Basz meg. De jó, jöhet, az biztos örülnek, hogyha többet adok. Jó, mikor végzel, vagy... Mikor végzek? Még túrom ezt a szart, itt vagyunk a százas földön. Akkor itt is mindjárt repülünk, jó? Jó, nagyon jó. Na, csubi. Hallod, hozzál már nekem egy kötelet, hogy felkössem magam. Már lelőlek, nyugi. Köszönöm szépen. Tudtam, hogy rád számítotok be. Cső. Cső. Jöhetném aztán. Tessék? Jön a izé, a Puffy. Ó, oh, fasza. Jaja. Hozz nekem egy kötelet, hogy megöljem magam. Jó, fasza. Jó, mondjuk itt, jó, az elég nagy fa lesz. Ott a látod szembe az a fehérebb. Ott arra a betonra, ott kilógatom magam, és akkor majd megesznek a cápák, nézd ott len? Igen, bár nem éhezne, figyeld. Gondolom körbe vannak, na azért a sziget, szóval nem hiszem, hogy itt vannak. De jó van, meg lehet próbálni. Nem kerülik ki az aknákat a cápák? Nincsenek is cápák. Attól függ, hogy milyen hülyéket. Nem lenne könnyebb nem úgy egy helyre ültetni, hogy könnyebb legyen felszedni? Nem engedi mindenhova ültetni. És azért kell így mászkálni, hogyha megnézed bal alsó sarokba. Ja, pont nem látod a webkamera miatt. Írja, hogy itt nem teheted. Valahogy ezt vágod, hogy szívesen segíteni, de nem szabad. Igen? Nem tudtam. Azt hittem, hogy ez csak szopatás. Amúgy az. Hát ja, gondolom, nem. Hogy ez csak szopatás. Ne, és nem szopatás. Ha mondtam, ennyit kell ebből leültetni, amikor már... Ugyanennyit. Ugyanennyit? Mhm. Uh-huh. A faszom. Jól van. Ki is mén a lehet, rádió. Hogy elmegyek inkább mentősnek. Igen. Az is egy út, lehetőség. Elmegyek inkább kukásnak, vagy valami. Gondolja végére. Ó, ott nem keresel ezt a sok kanabiszt, aztán végén betekerik és elszívik. Na, az a része egyébként tetszene, amikor, hogy becsavarjuk, csinálunk be nagy sponglit, milyenek, csak hogy itt egy órán keresztül ültetem, majd utána ülök rajta még 3 órát, majd utána visszamegyek még egy órát, és közben meg az életemet elúgtam, az annyira nem. Jó van. Na, csak legább az ültetés a hosszú.
miért utána a várakozás, az nem mennyit kell rávárni, hogy megnőjön félig? Mennyi van nálad, vagy mennyi tűnt? 45 perc körülbelül, egy óra. Most azt hiszem 100-at kezdtem elerakni. Az elsőtől számolva egy óra. Aha, nem emlékszem, mikor kezdtem eszedni, vagy tenni. Hú, az... Emlékszel, hova tetted az elsőt? Hát olyan... Valahol ott a helinél. Azt hiszem. Itt a körnek a jobb alsó részében. Na, körülbelül megnő, mire végzel. Igen, az mondjuk jó. Legalábbis 30%-osan már kifejlett lesz. Igen, és akkor lehet leszedni, nem 50%-ig kell várni? Nem, csak 30%-nál kb. Látod. Meg... Már 15 centire megnőtt? Mhm. És tök jó. És 30-ra kell, hogy megnőjön, nem? Hogy lássad. Aztán meg 50 centire, hogy fel is szedd. Ó. Oh. Igen. Azt a Venom is csinálta. Csinálta? Hát gondolom minden hónapban kell, nem? Vagy most már nem? Hát... Ja, hogy te megvetted. Aha. Én mindig megvásároltam, én ilyesmit nem csináltam az pont erre tervezem én is, hogy én egyszer de, most ezt lerakom hallom. És soha az életemben nem fogom, hanem megveszem valakitől. Leszopom a faszát, csak adjon bazd meg nekem 200 ilyen szart, hogy leadjam. Van az a pénz? 800-at kell adjam. De havonta 800-at? Van az a pénz? Nekem azt mondták, igen. Hogy csak havi 200. Havi 200 finomította a cél. És 800 cannabis. Testvérem. De eladom szívesen. Nem is tudtam, hogy ez ilyen kertés vállalkozás. Azt hittem bűnözők vagyunk. Bűnözők vagyunk. Én nem kertészkedek, én csak bűnözök. Elsők a kertészkedés, utána az a rohadt meg Greenpeace, utána a bűnözés. Biztos, hogy én ezt most lerakom, és utána mindig az összes pénzemet arra fogom költeni, soha többé ne kelljen ezt csinálni. Soha ennyi? Többé. Én is azért dolgozok amúgy csak. Bármit, megölök valakit, csak ne kelljen. Vagy megfenyegetem, hogy rakja le, vagy megölöm. Az is egy esetőség, csicskákat csak nem fogja tartanék. Elrakni. Ennyi. De ahogy nem elkapom, széttépen megölöm, learapom a fejét. Jó, az én piszurka, ezért testecskét be elég sok agresszióval volt hallod, de... Minden egyes leültetettőnél még agresszívebb leszek. Hallod, akkor szerintem neki nem adok a gombából. Ne adj a gombából neki. Tényleg egyébként rájöttem, hát lehet, hogy ebből kell 800 meg ilyenek, de ezt meg lehet venni pénzért. Soha többé nem fogunk ültetni. Most leültetjük, és utána meg fogom menni KPR. Megveszem PPR, bazd meg! Csak ne kelljen csinálni! Csak hagyd menjek lőni, anya! Csak lőni, hagyd menjek, az olyan jó ízű! Amikor ropog a puska! Ezt szeretem! Mikor ropog a puska! Jaj! Gyerünk! Azt remélem, hogy jól írta legalább le a... De igen, azt írja, hogy 100-as rátán van, szóval jók vagyunk még. De mocskossza még tráta. Ütesd oda, basznek! Ütesd oda! Felé volt egy shotgunja, de sose használt. Az nem ő volt, az a Boris volt. Mine is the power! Köszönöm szépen, Zolikám, a hatalmas nagy stickeredet. Egy mini NoScript fraki, akik ültetéssel. Ültetnének, te meg a rabszolgatartó lenne. Igen, igen, igen. Milyen jó RP-jük lenne. Nem csinálnának semmit, csak ültetnének. Ugyanúgy 200-at kellett letenni, mint most is, csak mi az? Csak az volt a gáz, hogy bohóc elment meditálni, és bezárta a gépet, és benne volt minden kaja, meg ilyenek. Ja, én meg ott így ütöm a gép oldalát, tépen bohóc arcát, hogy ember, nyisd már ki! Rakd már le azt a kurva szart! Rakd már le!
Várjál, lehet, hogy elfogyott. Bazd meg, nyomkodom az egyest, ez nincs is nálam. Baszki, elfogyott a víz! Hozzatok vizet! Halló! Halló! Elfogyott a víz! Gaz. Nem tudom, hogy mióta. Most vettem észre. Az nagyon nagy gáz. Szerintem csak most fogyott el. Mert még van 100, meg 99 trágya, meg 99 vizem. Cause mine is the kingdom. Na kész a negyede. Aha, a negyedének a leültetése utána megtalálni ezeket, baszod. Most mondjam, hogy nekem van elfekvőben 1600? Cannabis vagy mi? Ja, ha minden igaz, akkor csak itt. Igen, igen. Csímán megcsináltam. Bányászokat szoktam keresni a vegyszerért. Így is megismernek új játékosok, gondolom alkalmasak az RP-re. Be is hiszem őket a frakcióba, ott kap 2 hét próbaidőt. Hát gondolom, hogy én most egy kicsit elszapogatom a faszt itt az elején, aztán utána próbaidőn leszek, aztán majd úgy is meglátjuk. Jó van, hozza már. Látom. Szupika. Szerintem most jönnek pufikáik. Mintha. Tessék. Nagyon zuhan az a gép. Köszönöm. Hát igen, elég kövér. Most kell őket kilőni? Pontosan. Szerinted megkérdezem, melyik már jönni egy helikört itt a szigeten? Ne? Hang vagy. Szerintem sima. Gravitáció lent tart? Így. Pa-pa-pa-pam-pa-pam-pa-pam. Legalább betekintést nyerhettek az illegális életbe. Sziasztok, Leo vagyok, kertész. Szia, Pufibá! Mit mondtál te az a keresztapádnak, mi? He? Hogy nézel ki, bazd meg? Jézusom. Mint egy félisten. De mit mondtam? Hogy... Van a big gangster. Na. Mennyit kell még ültetnie? 400-at. De ne, ahogy gyerekek, nem áll. Tudod, mennyit ültettem eddig le? 108 darabod. Abban a 300 darabod. 109. Pufi, nem adózott? Tehát még egyszer kapott. Én mondtam, hogy átbasztál. Én mondtam, hogy tegnap rám néztem, mondtam, hogy átbasztál. Nem basztalok át, ezek nem kertészek. Itt vagyok egy órája, túrom a földet, bazd meg, kertész vagyok. Ugye nem lehetne ezt valahogy megoldani máshogy is. Nem tudom, hogy kit kéne leszopni, értem. Zolikám, köszi! Nagyon szépen köszönöm. András, gratulálok! Kedves Andrásom. Mondták, hogy ültesd le azt a 400-at, vagy szerezd meg. Ez ilyen feles-feles volt, mert egyszer nekem a Nami azt mondta, hogy elég, hogyha megszerzem, aztán utána valaki, aki faszi volt, azt hiszem a Bohóc vagy a Venom, az megmondta, hogy nem, most le kell ültetni, azt le kell ültetni. Na jó, akkor leültettem. Azért én úgyis én voltam, ah persze, 400, mondom, leszapok egy-két fasz, biztos kapok érte egyet-kettőt, aztán meg lesz szóldva, nem szoptam le tényleg, csak így mondom, hogy haverkodok valakivel, biztos megoldom, megveszem, odaadom, jó lesz. Aztán most itt vagyok, túrom a földet, és közben ültetem ezt a szart. Te hittél Bohócnak? Úgy őszintén. Hiba volt. Nem a Bohócnak hittem, a izének hittem, a Pufibának hittem. Hát most ő nevelt, jól nevelt, gondoltam, hogy jó lesz. Még a derekam is beállt bennem. Itt vagyok, nem működöm. Hát ha Nami azt mondta, hogy szerezd meg, akkor az is opció.
de utána ott volt a kanasztán, felülbírálta. Gondolom mindig a férfi szava a szent. A nő... Hát... Hogy őszinte legyek, Namitól jobban félek. Igen. És ki a főgóri? Aha. Ja. Egyik ő? Én is homályban vagyok. Ja, tesszük, jól van. Ja. Nem, én ott tartok, hogy a városban ki kivel, hogy milyen rokonságban vagyjanak. Én se vágom. Örülök, hogy luk van a seggemen. Mondjuk nem is gondoltam volna, hogy Pufinak van rokona. Na jó, van. És milyen, már kilősz? Ennyi volt. Ennyi volt? Ja. Lusta disznó vagy. Szapatol, hát már leültettem 121-et. Hát ember már leültette volna az egész. Mi van, szóval, aztra vissza. Köcsög. Egy kicsit azért becsokkantottam. Na, hagyd abba az ültetés, azt gyere, jó? Jó. Ezt még fel megvárjuk, felszedjük ezt. De protekciónak hívják, nem akarok protekciós lenni, azt fogják mondani, hogy buzi vagyok. Hát felvásároltak neked, protekciós geci vagy. Igen, akkor jól van, odaadom ezt a szart, menjetek és ültessétek, akire akarjátok. Adó, azért is ismeretlen nagyon, de így vele. Jó van, meleg bennem, ne sírja. Várj, Venom. Ez itt fog lerohadni, bazd meg. Tessék, itt van. Isten meg a én. Most ennyi kanabisz mi a faszra jó? Még ciginek sem rögy. Egy órája ültetem! Mi az, hogy nem jó? Szar lehet. Hát amúgy tényleg kell. Hát és most tényleg itt hagyjuk, és most fel se fogjuk szedni? Megvárhatod. Megvárod? Hát azért két kezemmel ültettem, hát most már... Még egy órát itt fogsz csövelni, csak szóval. Egy órát, menjünk a faszomban. Ugeci régen mennyit jártunk ide, azt a kurva. Pecsfej. Én vagyok Pecsfej, bazd meg! Farming Simulator 2024. Merre menjünk hozzátok? Elvitte az erő. Vagy beszélsz Darennel? Valószínű még egy pár nap el kell tájjanom fejleszvével. Hát de akkor úgy értem, hogy akkor vigyétek a többi helyre inkább. Ja. Mert mindjárt veszek én Darennel. Nem, be elviszem én. Mindjárt, vagy... Ja, menjél velük. Menjél velük. Hello. Cső. Ki? Ki hívott? Ja, jó van, én is elveszem. Mekkora értéke van egyébként ennek a cuccnak? Jó, mindjárt szólt. Sőső, oké. Cseh. Meg körülbelül egy ilyen 100 000. Venom! Száll! Venom, állj meg! Igen? Figyelj! Na, most hívott a bohóc. Import Imréhez, Helivel. Csattanjatok el, legyetek oly kedvesek. Utána meg valaki jöjjön vissza, értem. 100 000 csurintért szopattad? Itt maradsz? Jó. Hát azt mondták, hogy menjünk el az Impot e-mailhez. Hát jó, fent vagy? Gyere. Vissza én. Igen, fent vagyok. Csattanunk Import Imréhez, Nyugi. Na figyelj már, ennek mennyi az értéke a piacon? Ennek a fűnek, amit meg kell termelni, ennek a 800-nak. A darabja 550. A darabja 150? 550 csurint. 550 pillanat. Igen. Ja. Nincs a számológép a telefonban? Milyen szar az a telefon? Ennyi, szar tettél. Közben az övedet, királység. Kiszámoltam, ez 120 000 csurint? 800 darab? Igen. 550 csurint darabja? Ja, várjál. $440,000. Igen. Jó van. Én úgy kifizetem nektek minden hónapban ezt a 440 ezret, ahogy kell. Csak még egyszer szaros lesz a kezem, én... Ledugom a torkomon. Jó, ez muszáj volt. Egy ilyen kis válogatás kell az emberek között tenni. Azért, hogyha valaki készen áll erre, az
Hát látod, elkötelezett voltam, én leültettem volna, hogyha nem intézi a pufika. Én itt voltam, túrtam a földet, meg minden. Protekció. Hát jó, hát nem mehet mindenki Leonardo Alejandro vágó. Protekció. Protekció. Azért, mert szeretett kedvenem pufikát, az éget legel. Egy jó haver, baszki, azért. És különben megvettetetlen. Micsoda? Megvásároltatlan, hogy 800 darabot. Na, én is megvettem volna. Van rá pénzem, azért kérdeztem, hogy mennyi, inkább kifizettem volna. Na, itt van egy villanyoszlop, arra kell vigyázni. Aha. Figyelek. Figyelj. Vigyázzál, ez áll is valamit, jó? Micsoda? Áll is valamit, mondjuk ezt a hidat itt, nem? Én nem, én vezetem. Ja, tényleg. Jó, hogy mondod. Ezért, hova is kell menjünk most, nem? Hát szerintem már rég elmentünk, azt mondták, hogy az importi mihez, nem? Ja, tényleg. Kicsit ergeljük a rendőröket, azért repülünk így. Igen? Miért erre szoktak ugrani? Aha. Olyan, szeretem ergelni őket. Jó van, én is. Sok embernek izé halálfélelme van ilyenkor. Neked nincs? Nekem nincs. Miért te félnek? Semmitől se félek. Ott a rendőr balra, szopassuk. Szálljál el elé. Már itt is vannak, nem szabad útra. Hát épp ez az. Csak felé. Rá, izére, autóra. Menjünk importingre, ezt megnézzük, milyen fasz akartak. De te emlékszel, még kellett oda menni egyáltalán? Hát, nem emlékszel, még kellett oda menni egyáltalán? Nem, még kellett oda menni. Csővázz, miért kell menni az importimréhez? Most menjünk oda az importimréhez, de nem mondtátok, hogy miért kell oda menni az importimréhez. Azért kell jönni, mert mint mond, mindjárt magyarázom, csak hagyj, gyere, szálljátok le. Meg kivetheti a helikopteremet? Hát igen, Venom. Ó, szász ki, de kurva gyors. Melyik legjobb pilóta vagyok a városban, nem jár. Melyik városban? Hát biztos nem, mert volt egy kis halálfélem, de csak egy kicsi. Kicsi? Kicsi? Ez is vagytok az összesen. A következő. Aha, igen. Ez, meg, mint hal, várjál, gyere velem, tartozod neked valamivel. Eltakarodsz, meg pofán basszol. Tartozod neked valamivel. Na. Szerintem ez pofán. Szóval. Na, szóval. Nem, nem verem pofán, mert túl szép az arca. Azért, nem, más nem lenne jó már, hogyha pofán vágnám. Erőször is, biztos, kérek vissza, akit lepakolj. Én pakoltalak le, a helyütben van. Köszi. Másodszor. Az történt, hogy a drága Redgraves látta a helikoptert, leszállt oda, és szépen levárt minket ott a helikopternél. Azt feltételezem. Mm-hmm. Ezek a után rendel. Lefoglalta a picsába a helikoptert. Ez szép. Ja, megkaptam a szép csekket, amiért valaki nem kocsiba vitt be a kórházba, hanem helikopterrel. És amúgy egy fun fact, arra kórházba beszállni, ne szállj be sohasem a kórházra, hanem a kórház mögött van egy parkoló, oda szállj le helikopterre, mert azt nem, is nem vesz észre. Igen, csak az kevésbé vesz észre, mint a másikat. Na, akkor, akkor vissza mehetünk kiültetni viszont. Mi? Cik. Mesélj, mit szeretnél? Protekciós a gyerek. Kifizettük KP-ban. Protekciós. Hát leszarom, amit leütetett, azt ő fogja, mert én nem fogok pásztorkodni ott felette. Nézzé, felszedő. Már ott van az ember. Mindjárt repülök én van. Is. Négy kézláb szedi. Mindjárt én is megjönnek utána, segítek neki. Szóljak izé főnökségnek, vagy mi? Nem, még az a cél. Ja, nem, az semmi hangzik. A cél ott van nálam. Nem, de körülbelül még egy pár nap. 150 van otthon. Pár nap? Még egy pár nap, igen, egy-két napot várja. Pihentes. Sure. Hát akkor elviszem izé rédezgetni. Jordan is megvan már az itt cokkal? Mindennel? Nekem még csak az acél hiányzik, de azt... Ja. Meg nekem is pihenni kell még egy pár napot. És akkor elviszem őket rédezni. Jó. Nekem már alszok, csucsukálok szerintem. Szép álmokat, pihent ki magad, Jordan. Gyémény volt megismerni. Fasz a gyerek. King és főnök van Rallyon? Vigyázz magadra, Jordikám, jó voltál. Oké. Vigyázz, akkor... Leültetted azt a 800-at. Pufi, akkor tőled kérdezi, hogy elviszem le ott rédezni. Van kölöknek kezdődés? Hát de 400-at, de dupla annyit kapol. Ja, jó, van. Úgy van, de úgy le van.
durva vagy. Timóta részi szed fel a veteményest, amit kiültettünk, ha nem nagy bász. Vadállat. Felét. Ja. Yeah. Oké. Okay. Mindjárt az megyünk, és akkor majd ez lesz. Jó, Venom? Venom? Bazzag, ilyenkor pihen le amúgy. Venom? Meghalt. Döglött. Jaj, már fel! Rúg szét a combját. Combját, csak... Gyerünk, a könyv felmart egy lusta pecs. Sokkot kapod? Venom. Felkelni már figre. Nem, ilyen. Nem ilyenkor. Meggondolkozik egy picit. És ez a hatása. Na jó, hát akkor én belepisálok ide abba az izébe, bentbe. Óvatosan, le ne essi. Yeah. Ez. Hát ezzel most mi lett? Elmerítsed. Elpenészedett. Aha. De hogy mit akarsz most? Fogalmam sincs. De neki mondom, mit akarsz? Hát szerintem a hullócsillagokat várja, csak már elhaladtam. Hello! Bohóc! Bombolea! Bombolea! Daladi dab dim dab dim dam dari rab dim. Az. Az öreg azt tudja. Én ne tudnám, mindent tudok én már. Venom! Hol vagy, Venom? Nem hiszem el. Ha nem jössz ki, szív ki a genyom. Mit akartál mondjad? Jelenzítél, hogy ez esetben elviszik a picsába. Jó van, vezessek? Jó, Bár nem egy BMW. Ja, go. Heli, itt hova? Zárva van. Helyet azt én viszem. Ja? Zárva van. Én meg tudom, felkapom azt a tök jankot. Jó, vigyétek el, gyertek oda a hangárhoz. Ja. Oké. Okay. Akkor itt fényítom, hogy tolosan. De hát sajtó, leültetem, bekapcsolom a biztonsági évét. Megtapsolod a biztonsági évet? És már jó. Go, akkor go! Let's go! Anyába barogos. Mi az, mi a baj? Profi sofőr vagyunk. Na, arra voltam, hogy itt elmerítál. Hát nem a legjobb azért ja. A Mercedes, azért ez nem egy BMW. Nem azok, meg nem mozdulj. De milyen jó szunnyadtam. Jó reggelt. Wow! Ki vezet? Jó reggelt! Dára. Mit mondok, nem érdemes mozogtod? Hallóóóó! Szemdire gyertek ki. Ki adott neked jogsit? Csibéje vásárolt? Nincsen jogsim. Szemdire. Minek nekem jogsim? Nem jogsival megy a gép. Benzinelme vagy dízelme. Nem szokott az itt a nizévő menni. Cseverni kell, csavarni kell neki ezerre. Megyünk például a hangárhoz, amit... Menjünk a hangárhoz. Szemdire gyertek ki, létszős hangárnál nem csinálnak a rendőrök, oda nem fogok leszállni. Mi? Sandy Raptor, mert csillenek ott a rendőrök. Álljunk már meg egy szekundra. Álljunk meg. Egész, teljesen. Motor le a fú. Fék. Kiszállsz? Vettétek? Szép létozik. Vettük. Feküdtem még egy kört. Elfelé a kurmától. Nem. Jordan. Hogy? Jordan. Nem látom a problémát. Én most véget nem fogtak le meghalni.
Hát azért bekötöm az evemet. Jó, itt nem pilóta, még sofőr is van. Aha! Mi aha? Hát igaztam gondolod, hogy teljesen balanszol megint, mi? Á, ez kurva jó nyugi. Az ilyen narkolepsziád van egyébként? Mert ismertem egy olyat, akinek narkolepsziája volt, és az volt olyan, hogy általában jelölt csak úgy magától. Ja, megesik néha napja, megcsúszomlik, hogy elhasszok. Ha? Gymben meló közben, vagy ékszeren, vagy valahol így szundikálni szoktam. Ékszered? Rablás közben behalszom? Á, unalmas. Közül mint a dősnél mit csinálsz? Az a megetsz, még észbe sem bírtam volna kapni. Mi van? Észbe sem bírtam volna kapni, hogy mi a szitu, haló? Észbe sem lehetett volna kapni, amikor beállt. Igen, menjünk Szenti reptérre, baszki. Ja, mert a városban ott ülnek a rendőrök. Aha. Jaj. Meg ott a rendőrök. A hangárnál, gondolom. Aha. A reptér környékén már gondolják, hogy vannak kint valahol több helyben is mennek, akkor lebaszni őket. Oh. Elkapni őket. Az úgy szép. Melyik őtök kapta a számlát, vagy Bohóc? Bohóc. Meghalunk? Ja nem. Bohóc kapta. Mennyit kapott? 100 kárt. 200 ezeret? Ó, mit rinyál a hülye gyerek, 200 ezer véget, baszki. Csóróság van. Arra is. Te mondod, amikor 14 miska körülbelül? Vagy 15? Jó, na most apró pénzekről nem beszélünk. Apró pénzekről nem beszélünk. Zádi Kettő nem a heliben volt? Az nem a személyim. Jó, jó felé meg, akkor nem vagyok hülye. Még mindig. Szágódás, forsaszerem, szágódás. Ne bazd meg, tényleg? Erre kell jönni a fődúton, hogy hamarabb odaérjünk, jó, hogy mondod, baszki? Ez amúgy terep, nem? Ja, terep is van rajta, szuper. Akkor adjabb, hogy állom neki. Verjed alá! Verjed alá, menjél! Igen. Száros kis ugrató. Jó, hogy nem a helikoptert vezeted épp. Mert? Hát, mert hogy azt is így vezeted, akkor meghalunk. Így vezetem. Akkor meghalnánk. Nem. Na igen. Nem. Na igen. De. Nem. Na igen. Szeba Bohóc. Melyik vezet ilyen gyök? Pardon. Melyik vezet? Jó, még egyszer van, beszólsz. Pofán basszlak. Miért vezet te? Jó? Azért, mert én profi sofőr vagyok. Nagyon jó. Én szoktak mondani, hogy szépek az arára. Alternatív van. Halló, Bohóc. Csá. Gilincs? Másik ajtó. Hova menjünk? Hova ne vezethetsz? Ide ülök a testvérem mellé. Közben? Nem, mellém ült. Amúgy... Csak egy pejoratív kérdés, Venom. Az ablak az így hova tűnt? Melyik ablak? De hát kettő volt. Is hiányzik, ha jól látom. Szerintem csak a hátsó. Szerintem még nem? A hátsó sem. Nekem a hátsó az igen. Nem hiányzik, ciklátok szarul. Meg a bal oldal is. Simán lehet egyébként, hogy megvan még a hátsó, mert ez egy Mercedes, nem meg olyan jó, mint a BMW. Le van teljesen sötétítve, azt nem látszik, hogy ez a far. De igen. Teljesen le van sötétítve. Hát elő hátul. De a hátsó üvege nincs. Hát azért, de a hátsó üveg is le van sötétítve, teljesen csak valaki kitörte át. Ott van a szaros üveg. Állj meg. Nincs ott az üveg. De kilövök a hátsó üvege. Egyébként most, hogy mondod egyébként, rémlik, hogy mintha teljesen fekete lett volna, és most már nem az, szóval valószínűleg ki van tőle. Baszol, Venom, az én kocsim vagy a tied? Csak tudjam, hogy mi van, ha már én tuningoltattam. A faszom. Nem baj, de most már hátsó tükörben nincs ki van, mert ma már. Miért nekem nyaki legyen meg is üvege szarul belé, az meg te gocsik. Az a bal oldal, az már régóta ki van terve, meg a hátsó. Szóval Venom bácsi, te vagy a rangidős tiszt, szóval döntsél, mi legyen akkor?
Mimi legyen. Vezess rendesen. Na, ezt szerintem pont a teszed, bohaj. Jó, mert elvihetőd őket városnéz, de csak ilyen apró dolgokra. Jordan, oda kér egy fuvarpás. Városnézés? Oké. Okay. Jó, Jordan, tehát leszed. Persze. Aludni. Meg váltok kocsit is, nem ezzel megyek tovább. Őt elviszem szeretet. Hát azért, mert ez egy szállító autó, és nem általában az városbeli fuvarozásra szoktam használni. Ami van szebben, amire van jog, amire van esetleg forgalom is, megállít a rendőr, elvincs. Nem mondjuk a BMW-nál, ami normális is autó. Audi RS7 Widebody Kit? Nem egy BMW. Vagy esetleg egy Ferrari pista? Az a BMW. Ford Mustang? Hát az már autó. Igen. Mehetünk azzal is. Na, szóval hova kell vinni téged? Be vagy a leveve, itt előre nyújtom, azt bejelöltem, tessék. Jó. Csavartenkém, hadd rá, szóval én kell hülye térképet olvasni. Megyek? És ki, valaki megint, és valaki kiszedte, kinyomta ki. Melyik volt? Itt megint előre nyújtom, bejelölöm. Éjjel. Összön nem vanom, nyújt előre, azt szedte ki. Mit szedtem ki? Ja, kulcsot a kulcsukból? Na de jó. Nem. Venom, tehát vissza akkor a kulcsot? Nem én voltam, geco! Akkor megint előre nyúlok közben bejelenem. Még egy az azért azt, hogy állatkertbe ülök? Nem tudom. Nem, akkor menj itt balra. Menj egyenesen a zégszer előtti. Jó, én is tudom. De ez jobbra van. Nem baj, égszer előtti utcán föl. Jaj, geci. Venom, akkor te mész Buzerdél és visszamész Timonhoz? Te, jobb oldali. Jaj, Istenem. Itt? Nem, telibe fel, egyenes, telibe, egyenes. Azt hittem már ilyen jó helyen, azért az elég jó, ez Epsilon program. Hát ott például pont az orosz maffia van amúgy. Igen. Balra? Nem, az orosz maffia az ki van, nem? Jobb. Nem. Jobb. Jobb. Dig. Nem. Az egy, de az pedig ott a HQ-juk, ami ott van az előbb. Na, így kiteszlek, jó? Köszke! Csúcs, Jordan, majd beszélünk. Oké, majd beszélünk, jó éjszakát. Venom, hol van kocsit, mert nem viszem be placra. Leónak kell egy BMW és Truhasszabb tulajdonosi előjog címen. Hol van a legközelebbi kocsit, Venom? Legközelebbi kocsi mit van? Vezessek én? Berövítem. Látom bejelölted, igen. Nem, kiraklak, akkor menj nyugodtan Timóhoz. És akkor én meg izé váltunk. Megszállítanom a kocsit, aztán váltunk, aztán megyünk izé várost. Oké. Jó van, én 10-ig jó vagyok, de aztán utána tiszta csipa a szemem. Na, hogy szeretnéd, figyelj. Jó, egy-két szív belefér. Menj egy paletóit, meg egy szigetet. Jó, ez loneliest number. Menj. Maradszunk így a városnézésnél? Hogy milyen városnézésnél? Nem tudom, az a... értsd úgy, hogy azért slatyék engedélye nélkül szerintem ne legyen vigyük el így ketten. Jó. Így elő viszedem. Hát így slatyi engedélyével ne nagyon vigyük el, anélkül, érted? Mert? Miért nem vinnél rá? Nem azt, hogy nem tudnám elvinni, egyedül is el tudom vinni a széfet, nem erről van szó, csak hogy slatyék engedélye kell, hogy elvigyem szerintem őt. Mert? Családban van? Mert újonc, és még nem még újonc se. Még fel sem van véve. És ahhoz, hogy elvigyem, ahhoz először kikérném Slotyék engedélyét, hogy ne lépjek szarba. Érted? Jó, ahogy érzed. Akkor menjünk el mondjuk de az hogyha közvetlen parancsot adsz rá, akkor elviszem. Nem adok parancsot. Ahogy érzed. Jó. Akkor viszont nem. Bocs, nem miatt. Nem azért nem iszlek el, mert nem gondolom azt. Persze, nehogy aztán szarba csapjál, aztán ilyenek legyenek. Meg legalább nem lőnek malek. És akkor most hova menjünk el? Menjünk az UBK-hoz, hát ott valami, nem? Én beugrok, hogy figyelj, megnézzük, hogy ott van az Uber, jó? De várjál, hát akkor már inkább így élhozom, hogy elhozom az autót, mert ha te elmész valahova, azt ott vagyok a Uberba, aztán ott hát nincs olyan innen, és akkor egyedül ott leszek gyalog. Figyelj, beugrunk akkor a Meába, váltunk kocsit, és akkor elnézzük várjál, az akkor Uber. Várjál, akkor viszont bemegyünk a Meába, nekem át kell öltöznem. Nyugodtan. Meglát így anyám, aztán kitér a hitéből. Jó.
Hát meglátja, hogy mellettem ülsz egy kocsiba, és a kocsi kirehintéből, szóval szerintem... Meg vagyunk? Jó. Mi benne? Ismerkedünk, haverok vagyunk. Bóckodunk. Hehe. Szó vicc. De... óvatosan vele, az meg ezt én... felmutatom. Ari, Ari! Szép estét! Van, aki rajta a jövő, aha. Megjavasd? Tétó András. Csőben! De jó búzáson néző ki. Csali! A riporkom már szerződött. De várj, uram. Megmutassam a szerződést, amit itt azt hittem, hogy jó van nálam. Nyugodtan, nyugodtan. Igen. De... olyan hangja van, mint a Dame-nek. Mi volt a probléma? Azt nem mondja, hogy ez a Dame. Vagy fényező? Itt a Dame! Hát akkor az meg a Rú. Igen, egy pillanat. Akkor még egyszer tudod mutatni a papírt, mert nem beolvastam ezt. Na, de elmondtad, átolott ezt, tehát? Hopp. Nem, már nem néztem semmit. Megszállt az ördög. Állj, kinyitom ezt. Na most egyébként miért vagyunk itt? Miért jöttünk ide? Hát, valami szeretetni akarsz? Vagy valami tökre, mint az autóba, aztán mennünk ő. Igen, szeretetek, azért Venom ment a kocsimban, nincs kedvem. Ja, igen, ide a szavazta, aztán össze-vissza kanyargott vele, azért elég durván nézett ki, amikor ment vele. Okok, hogy miért engedem, Venom vezesse a kocsimat. Nem. Mert nem tud vezetni. Nem, azért mert nem tud vezetni. Az a Csú, az durvább volt. Agresszívan vezet. Csúnak hívják, én megnézem, hogy hívják. Csú? Igen, Csúnak hívják. Csú. Jó, halálosabb az ő. Rövid távon kétszer szétverte magát másfél perc alatt. Körülbelül, igen. Nem, tényleg. Nem veled voltam? De, velem volt. Azért mondom. Volt az másfél perc, aztán kivégezte magát, de... hát körülbelül, igen. Egyben nem zolni, most rágyújtok egyet. Ameddig várunk azon. Csima. Kérsz? Nem. Nem dohányzom. Undorító szokás. Nyilvánkotokhoz. Ugye, ebben nincs nézőm. Mit? Hogy őszinte legyek, én nem nikotinosat használok, hanem konkrétan van benne... Manorudat? Hát, bolondos cigarette fogalmazom. Ja, spongli. A spongli-t bírom, az nem undorító, az jó cucc. Van egy spongli-t, adjam egy spongli-t. Na persze. Ezért rendes cigarettában van beletekérve amúgy, szóval. Akkor az ilyen laza kotyogós. Hát laza kotyogós, persze, semmi olyan komoly. Kapadj egy picit a torkodat, az jó. Nikotin meg nincs benne. Nikotin nincsen benne. Akkor az olyan, mint az alkoholmát eső? Ja, körülbelül. Szép napot, uraim. Csibázz. Jó volt. Nem ismernek egy zenész kisebbségi embereket esetleg, akik elő tudnának a egyik cigányka? Estén adni nekem? Igen. Mi a szerenádra gondolsz? Hát valami olyasmire kellene, tudod, egy... Rambicikőmény meg ilyenek? Meg reptél? Ja nem, az nem reptél, az csak öreg, az nem cikú. Nem tudom... Én őszintén nem tudok erről. Én se vágom, hogy hol vannak kokirók. De ott a Nemzeti Bank után, ott a Kemeli Publiknál ott van pár ugyanben. Tudom, hogy úgy nézek ki, mint hogy Rigó lennék, de csak félig vagyok Rigó, anyám volt cigány. Azt hittem, hogy én importom, hogy fehér vagy, utána... Nem, negyed Rigó vagyok. Anyám fél cigány volt, én már nem vagyok az. Na jó, akkor mindegy, csak. Csővez, szép estét! Viszontlátásra! Jó a függönyöt, csővez! Köszönöm szépen, egész a csúspokor! Igen, tetszik, jól néz ki. Nagyon szépen köszönöm. Régen volt, amikor kicsi voltam, ilyen zsákom, aztán ütötgetni kellett ott. Ütötgetni kellett minden nap, és akkor kinőtt belőle a fű meg ilyenek. Aztán fűfejnek így tettek, hogy valami így az volt ilyen. Ő is csak maga bevontam, utána nézve, mi lehet belőle. Teljesen jó. Inkább felül, mint alul. Alul legyen kopasz, de leülül lehet szőrűsz. Igen, hát ez is hozzáállás végülis. Hát de nem. Lényegében végülis. A BMW-s úr véletlen, nem? Nem is már zenész úri embereket? Jó, hogy itt vagy, milyen zenész úri embereket? Hát cigányokat. Rigókat vágod? Hát én csak a kollégámat ismerem, mert jó gyertek. Ez cigány? Hát, én lakatos, meg igen, cigány. Hát tud zenélni? Minden cigány tud zenélni. Igen, hát ez ilyen, tudja, ez vele született gén. Ez hamis állítás. Nem mindegyik tud. A telefonszámot tudna adni, és meghallgatás. Megkérdezem. Ne adok egy szerződésbe. Mert ugye engem köt a kötelesség, hogy nem az a kitelesség számot. Rendőr? Kaptam egy számlát? Akkor mindent hagyjuk. Teljesen mindent. Köszönjük szépen, vissza. Nem vissza. Meg is vagyunk, mehetünk? Végül, letartam. Jajjá. Faszal az a kafa. Úgy lehetem, hogy nem jó vagyok. Már láttad cigány rendőrt? Tényleg ne jól? Na, már is tűrhetőben néz ki a kocsi. Igen, egyébként. Most már úgy néz ki, mint hogy egy autó lenne. Jajjá. Na,
hóra elnézünk neked. Ugye fel is dugom gyorsan a ruhány. Persze. Jó, gyorsra próbáltuk. Mi a fasz? Volt. Tudtak ti vezetni? Volt. Édes Istenem. Ránk húzzák, ez rossz a vezetni. Hát az igen. Tagások. Hát ilyen. Most majdnem kiszálltam, kilőttem minden négy kereket és találjál az autófutárt. Na, ezt megnéztem volna. Csak az a baj, hogy ott van a Faderbolt, és szerintem mindenki kijött volna, aztán lövöldözött volna. Vagy hívták volna a rendőröket, az is lehet, aztán kihívták volna a rendőröket, utána ők lövöldöztek volna, ránk aztán visszalövünk. Aztán elkapnak, mert azért jóval többen vannak, nem ketten vannak, aztán akkor leültetek volna minket a sítre. Aztán a sítre ott meg rengeteg probléma, ott vannak, mondjuk ott van a Ricardo is, meg ilyenek. Aztán lehet, hogy faszra húztak volna minket, de akkor a legerősebbet kell kiütni olyankor mindig, amíg pofázik, ezt kiütöd, és akkor utána te vagy ott a király. Tehát, hogy a király vagy, akkor is dominálni kell a dolgokat. Csak akkor nem az lesz, hogy téged kúrnak meg, hanem neked kell megkúrni az embereket, különben nem fognak tisztelni. Vágod. Hát nagy valakban igen, csak mondjuk a börtönben, hogyha normális vagyok és viseled a ruhádat, akkor is tudják róla, hogy ki vagy, mert voltam, nem egyszer, kétszer voltam a bőribe. Hogyha olyan vagy, akkor már... Most nem hallak. Arrébb állsz egy picit, mert kivennék egy kocsit és nem akarom, hogy akarom. Wow! Menj már a faszomba, ez olyan, mint egy tromboly jött volna. Ez az egy kis foltom. Pisi! Jó a hangja, ugye tromboly? Igen, egyébként nagyon faszom. Na mesé, akkor nézzünk el úba, akarod azt a... Ha elmehetnénk az úba, megnézhetnénk, hogy nyomban áll Nina. Jó, akkor utána egy két perccel gondolok az után. Jó, van. Jó kevesen vannak a kingesek? Legalább van náluk férjüvei. Meg hát most volt három újonc is, meg ilyen azt hiszem talán. Jó van. Megfeszültem. Napad. Csőváz, szeretnénk kérni egy ananászos bubitát, meg szeretnék kérni egy fánkot. Nina van? Rendben, hozom. Nincsen. Akkor Leo üdvözli. És te akarsz saját bannát, nem? Nézze, tudom, hogy tehet a napja. Fasza volt, köszönöm szépen. Kertészkedtem egy kicsit, meg minden öntözgettem, trágyázgattam, milyenek. Csak lazán, faszán, kapán, tudja. Igazi kétkezi munka, mint a férfiak. Úgy kell az. Igen, igen. És magának milyen napja volt itt? Jó volt itt? Macskákat csimogatott meg ilyeneket? Egész csilles, szerencsére. Igen? Sokan jönnek be egyébként? Most nemrég jött egy csordának mondható csapat, amit beözöldöttek, mint egy csorda, ezt a kicsit ők is a Ninát akarták, mi? Hát egy-kettő, igen. Gondoltam, mindenki a Ninát akarja. Ki nem? Van szerződés, igazából az úrnak? Nincsen. Én meg a számlázó. Na, szépen köszönöm. Számlázó nyugodtan. Köszönöm szépen, nagyon fogom. Egy szerencsés üti a ház ajándéka. Köszönöm, fogom. Hát a szerencsém lesz, nézzük mit mond. Tudatlanság, félegészség. Hát ez végül is igaz, de hogyha félegészség, akkor mi a teljes egészség? Viszlát. Tudatlanság, félegészség, akkor hogyha kicsit tudsz, már egész egészség. Csővász, elomeló. Hát kéne vennem a másik nadrágomat, az jobban mutat. Én. Na, mesélj! Nincse. Gár. Ja. Na, akkor a maradó felmaradó 25 percben mit szeretnéd csinálni? Nézegessük a várost? Megnézegethetjük a várost, ja. Nem szoktak ilyen autóversenyezni az emberek egymásra, krúzolni, meg ilyenek? Nem nagyon, szerintem itt vajt, hogy meg tudjuk tenni neked például. Mit, gecizzünk a rendőrökkel? Vicces lenne, csak ezen a kocsin nincs Prius. Szeretném itt tartani. Ja, mi is a Prius van, hogy a gecizelve ők? Hát,
meg, nincs rajta rendszám se, de azért az ki nincs kedvem összetörni ezt a kocsit. Ja. Azt hittem tudsz vezetni. Vigyázok. Tudok. De rendőr pitelni fog. Igen, le kell hagyni. Hát ez a kocsi pont nem a gyorsaságáról híres. Nem? Akkor mi a kanyarodásáról. Ez egy kurva gyorsan jól fordul. Aha. Viszont, hogy jól emlékszem, akkor ebben nincsen riasztó, szóval megtehetve a téged feltörni egy zárat. Jó van, na ott is a rendőr. No. Szia, kolonoszkópia! Hát hello! Hát csak összefutunk! Tudsz-e törni zárat? Én ne tudnék, mindent tudok, már. Profi vagyok. Oho. Persze egyszer kizártam magamat egyébként az erkérő, aztán utána be kellett valahogy mászni, és akkor megtanultam ezt tente. YouTube-ról néztem ugyanki. Ja, parancsoljátok neked, parancsolj, itt van kettő eszköz. Úgy remélem elég lesz. Először bemutatom én, jó? Már késő. Akkor már nem. Kész is van? Megvan? Jó, tökkó. Várjál, még a kábelezést meg kell csinálnom, fogom, lerántom a picsába. Így. Csak óvatosan jól tegyék át. Utána már kötöm is össze, szépen összecsomózom, ahogy azt kell. Csók a családnak kész vagyok. Tök jó. Egyszer jövök fel, össze is talán. Mert itt Daimet ismertem fel a hangjára, mondom. Ez nem a Daim, ezt megnéztem, mondom. Bazd meg, az a Daim. Jó. Partnerek, menjünk tovább. Jó, van. Azt mondja, hogy... Bakancslistával foglalkozni? Bakancslistával, az mi a rákom? De van ilyen város által ilyen, így a polgármesteri hivatal ki szokott adni egy ilyen listát a mai napról, miért szoktak adni mindenféle jutalmakat, hogyha megcsinálod őket. Ja, válázol a gépszfarmon. Szépen maradt felismered, mint engem. Hát merül beszél? Leadod a kohóban. Aha. Elviselve, taxizol egy kicsit. Taxizni szoktak az emberek, az mondjuk jobb, ha lehet a taxizás. Ha kellett kipróbálni, szerintem. Aha, igen, taxizom kérdő. Ott van olyan, hogy taxizni kell. Aha, van. Három darab úriembert kell elvenni a adott helyre. Adom. No. Szeretné egy taxizni elvenni, vagy külön? Mert akkor vagy az egyikünk taxizik, vagy a másik? Taxizál, te én meg ülök vele, azt nézem. Okay. Kolonoszkópia! Mikor jöttök már hozzám, kolonoszkópia? Figyelj, milyen gyorsan tudod feltörni a kocsit? Felfújom nektek az ágyat. Tessék? Milyen gyorsan tudnád feltörni azt a kocsit szerinted? Sima. Jó. Tudod. Hát ez nem jött össze. Hát de. Gyere. Kaszinó, gyere, kövess, menjünk. Jó. Kaszinóhoz fordulj fel. Be is menjek a kaszinóhoz? Hát... nem, gyere. Köves. Jó van. Nézed közben a kocsit? Mit nézek közben rajta? Hát a csomóját, meg a keszi törtön. Oké, jó, meg, állj meg. Keszi törtön. Pecabot volt benne. Oké, szedj mindent. Jó van, kinulláztuk, mehetünk. Oké, sa. Izé volt benne. Várja. Szar volt benne, meg víz. Gyors voltam? Búcsó jelentek. Ja, kúra jó voltál. Hű, leizzadtam azért, amikor láttam, hogy veszi elő a stukert. Nyugi, van nálam több, mint izé. Van nálam jó pár ter. Van nálam pár ter, meg van nálam fegyver, szóval... Na. Artoskodott volna, kilőttem volna a kocsiból a picsőjából. Viszont szerintem váltanunk el kocsit. Igen, meg szerintem nekem ruhád.
Nem baj, Leókám, szép volt. És ütközök gyorsan itt az autóban. Szép volt, Leó. Köszönöm szépen. Sima jó. Na. Csak lazának. Szerintem ez rendőrautó. Hát az szerintem is ez. Minden gyorsan ki kéne hajtani a faszomba, nem? Hát... Jól látod. Itt balra. Ilyenkor ők látják, hogy merre van az autó, mert riasztó van benne, vagy mi? Hogyha riasztó lent volna, akkor már sipákolt volna, amikor tört. Sipákolt. Ó. Oh. Hát akkor viszont kocsit váltunk először. Jó. Leo a profi autótól, vagy azaz. Gyorsan váltunk kocsit, a termokabályt is. Rekordoltam. Rekordba csináltam. Egyből pim-pum-pam-pam kötöttem össze. Azt mondod, Dildur Kandur? Na, csinál. Hát még mennyi volt ez? 5 másodperc? 6 másodperc? Valahogy úgy. A hozzá tehetséget, nem hozó szégyent izé, apád nevére. Ismerted apámat? Á, nem, hallás voltam, édesanyjádat ismertem. Ja. Aha. És a fater is bugázott? Tudomásom szerint igen. Nice. Hát akkor valami... Valami normálisabb volt. Legyen ez. Ó, geci, csak ne rám parkoltad volna le. Hát, nem is egyet parkolt le. Élet itt neki. Nem tudom, ezzel a rammal általában van probléma valamiért. Meg vagy? Meg. Nem lett bajom. Basza. No, hát akkor a ruha volt. Ja, te is átöltöző vagy mi? Hát nekem nem kell. Én már átöltöztem. Engem nem láttak. Ja jó, ha akarsz új ruhát, akkor sok. Új ruhám van. Azért mondtam, én át is öltöztem. Ja jó. Nem is szerint, mindig akkor... tartok magamnál öltöző ruhát. Van nálam három mindig. Geci. Na, az feszed meg. Ne. Nem mondd azt, hogy nem volt izgalom a mai este sem. Ja, ne, izgalmas volt nagyon. Most biztos nagyon idegesek. Az biztos. Öltem valami kilóan mind a 4 kerekét, hát 2 is elég. Jaj, tényleg. Izét nem raktam bő neked. Van benne a 58 víz, meg 32 trágya, meg egy pecabot. Megtartatod. Jó. Lényegében a buli a lényeg, nem a nyereség. Aha. A buli az volt, izgalom volt. Gondolj bele, neked kell lakás, meg ilyesmi, nem nekem. Már van. Meg vagyok, anyagilag én meg vagyok erősen. Akkor jó. Van, megörököltem anyámnak a lakását. Na az. Hát ugye mondtam már, hogy részvétem. Igen. Még annól otthonban én voltam zsaru, képzel, de... Igen. Aha. Kurva régen. Azt tovább tanultál? Hát sok ideje már, igen. Én is kim voltam, kerestem édesanyjádat. Édesanyámat, mint rendőr? Igen. Mi bűnöző volt anyám? Nem, amikor lezuhant a gépük. Ja. Ó, igen. Azt mesélték, hogy lezuhant. Ja. Azt hiszem, hogy valami... Anyámat meg se találták, csak apáma. Igen. Az szomorú volt. Tehát... Igen. Szép út. Skander? Felőle? Gyere! Nem hiszem, hogy jól fogsz járni, de... Na majd meglátjuk. Hiszem, hogy hogyan kell? Egyben ő betettelek. Még sosem skanderoztam, azért kérdezni. Próbáld meg még egyszer. Mit kell csinálni? Megvárod, amíg lejár a számláló, azt majd arra meg D-re döntöd a kezedet. Ennyi. Haló? Na, hát ez szép. Valami jó vagy nálam. Na figyelj, gymbe megyünk, akkor nem hiszem, hogy a ringben túl fogad sokáig húzni. Á, nem nagyon. Ott a izé, a faszos gyerek is kiütött engem. Faszos gyerek? Ki az a faszos gyerek? Hát ilyen szőke. A faszával ott rohangál. Szőke, öltönyös, aztán levetkőzött? Igen. Ja, sezlony. Sezla? Sezlony. Sezlony, ha? Faszosnak írtam be.
Hát figyelj, hogy hozzánk kerülsz, akkor a főnököd lesz. Igen? Új Jézusom, csak ne basszom meg. Hát, hogyha nem adsz rá ondokat, akkor nem fog. Voltam már zsarú, azt tovább tanult? Ez egy állat. Hát igen. Istenem. Mint az atya. Egyelőre itt így rajtatok a félkamara. Kamora volt, amit így kipakoltam. Kövérő február elején lesz, amikor megyünk, utána meg már csak április vége. Jól van. Csipogott is, ahogy láttam. Kapunk egy szépen egy koordinátát, rá kell menni. Van egy ipse, mondja, hogy hova. Veszel, elvissza, és kapsz el a pénzt. Ez se rossz. Konkrétan taxi. Igen. Nem éri meg annyira pénzügyileg, de hangulatos. Mi éri meg? Hát a bányászás az például megéri, viszont a roncshalászat, ha bár az kurvára veszélyes. Veszélyes a roncshalászat? Aha. Cápák, mennyi? Aha. Mocskos cápák. A filmben is parák voltak-e? Hát nem, hogyha belegondolsz, akkor egy cápa igazából nem veszélyes el, csak felhegelt, hogy ott vagy a teritoriumban. Aha. Hát így, ha már itt a vicceknél tartunk, az automaták több gyilkossági felelősek, mint a cápák. Automaták? Igen. A rádió valaki egy automata. Mi van? Több halált okoz az, hogy rádió valaki egy automata, mint hogy megeszi a cápa. Komolyan? Aha. A vízbe? Hát nem a víz... nem a vízbe. Ja. Azt hittem már, hogy a vízbe több... száraz szőr, hogy ámdok halál esetek számával. Ja jó, azt hittem már, hogy a vízbe több automata dő rá az emberre, mint cápa. Azt mondom, az már elég az azért már. Hát az fura lenne, igen. Igen, igen. Egyébként is milyen automata lenne ott a vízbe? Oxigén automata, vagy oxigén kalacka automata, vagy hegesztő automata? Hát annak még lenne értelme, tehát ezt élni akarsz, aztán menni egy kis... Ah, igen, a perszívnál. Olyan lemenni, mint fenn a víz, tudod, az is olyan, mint a naturakban, meg ilyenek, csak ez meg naturoxigén, meg ilyenek lennének. Naturoxi, tudod. Igen, 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 és akkor csak ott bedolgoznád az arcodba, igen. És akkor... Igen, zavarja a dihidrogén monoxid? Vegye meg! Így. Istenem. Ja. Na, látom, be is szállt a kísértet. Igen, csókolom, hölgyem. Kátrám, ez itt a foketaxi. Körülbelül. Csak az a baj, hogy általában le se szarnak minket. Pusták fel azt mondom. De hogyha neki mész valaminek, akkor meg kárulnak, hogy miért ment neki, miért ment neki? Hát igen, gondolom, nem akarnak meghalni ők se. Hát fizessenek. Jó reg, Zsolti bácsi, vagy hogy hívták, volt a legjobb rögtön rendőrkocsit, meg azt mondom, lopad. Mindennek megvan az erre egy valamilyen igen, pontig. Igen, egyébként Zsolti bácsi erősen indítom. Mint például van egy csávó, aki 40 millió, kötőjel 50 millió van a fején, rendőr. 50 millió van a fején, rendőr? És mit kell vele csinálni? Megölni? Elvileg, senki sem tudja, ki a megbízó. Várja, és ki a fasz a rendőr? Hogy ilyen? Várj, lehetett. Csókolom. Mesélj, csókolom. 50 millió, lelövöm. Nem vagyok rádió, mert azon a rádión vagyok, amivel a... Leókának a rádióján vagyok. Leóka baszod. Bocs. A Digó. Igen, Venomnak jeleztem még annól, amikor kimentünk ültetni, hogy attól ezen a rádión vagyok. Mert felügyelem Leót. Leó maradok, beszoptam. Azt mondod? 10-ig van csipelje, ezzel számolj. Van még 10 perc. Na így van, Pufi. Szia Pufi, bámizu! Élsz még? Persze, taxizok. Jó. Taxizol? Hol a faszomban van a pohót? Nagyon nagy a pohót? Azt mondta, hogy veled van. Hát itt ő mellettem. De akkor mi arra kéne válaszol a rádió, hogy basszam teli be a hülye fejét? Hát mert egy most pont azon veszekszik másra. Azért, mert ilyen oktatós rádión van, amin én is vagyok. Éles faszom. Jó, van ennek egy darán üzenő, hogy takarodjon vissza a rendes rádióba, és menjetek a placra. Rendes rádió és a placra kell menni, azt mondja a Pufi. Majd Pifinek, hogy már beszéltem Darennel. Már beszélt Darennel, azt mondja. Jó van, akkor mindjárt találkozunk, jó? Jó van. Csá, Pufikám. Okay. Mi van? Para van azért, mert lepakoltuk a faszit? Nem tudom. Nem hiszem, hogy para van. De nem látszottál, egyrészt, nem? Egyrészt nem láttak engem, másrészt pedig... Engem meg nem ismernek. Hát téged meg nem ismernek, igen. Meg izébe voltam, Digóba voltam, Fejérbe voltam. Hát ez plá. 50 millió szerintem valaki non-LP-vel is megölni, hát, csak ledolgoznak. Hát szép volt azért az a csomizás. Kettőből kettő.
az elfelejtő, és azt legalább nem kell megtanítani neked. Nem bízom. Ugyanannyira tudsz jól lőni, ugyanannyira tudsz lőni, mint zárfeltőnél, akkor semmi probléma nem lesz. Hát a Counter Strike az jó megy. Na, az a baj, hogy itt arra is figyelned kell, nem csak az, hogy te adsz, hanem te is kapsz. Ja, majd kidőlök. Vagy hogy mondják azt, kitérek. Dodge-olok. Kinti ezt Neo Matrix. Azaz, dodge. Köszi szépen. Ó, viszont volt a kérés, hogy menjek vissza közösre szólni, ne jövök rádióról. Jó van. Úgyse beszél senki a kurva rádión. Hát csak te vagy mondok én. Ja, akkor jó. Azt hittem az összes izé. Én betanuló ezen van. Csali, beszéltem Darennel, most mondjuk, most itt mondtam. Keresztfia vagyok. Keresztfia vagyok, nem az unoka öccse. Keresztfia vagy. Jó. Nem tudom, a családtagja vagy a lényeg. Da. Úgy. Vagy szí. Azt kell mondani, az olaszos. Szike per. Ja. Szike. Megyünk az Aztek placra? Csásos. Nem. Akkor kérek engedélyt hazavinni placra. Jó van, de azért kértem engedélyt. Nem, azért megyünk hozzánk. Ja, jó van. Mehetek VR-ba lövöldözni? Hát a mehet. Majd ha Leo felnő, akkor lehet a nevő Leonidas. Drága barátom, elmegyünk szépen a mi kis húvaljunkra. Aha, király. Mi az? Már nem sokat látok a városból. Pufi, nagyon elsietettél a King bejutás ellen. Ma este kanyarodok le placra. Nem rajtam múlik ez. Én nem sietek sehova. Én szeretem azt is, amikor hát, szabad úszol vagyok. Miből bemegyünk, azt mondom, hogy óvatosan beszél, jó? Tehát, hogy így gondolkozz, miért fontos van. Oké. Okay. Jó tanács, így nem azért, hogy fenyegessenek, vagy bármi ilyesmi, csak érted. Mit nem lehet mondani? Szoktam, mert túl sokat pofázom. Jó. Oké, akkor nem beszélek. Itt a Nami. Szia, Nami! Hi! Jöttök? Menj csak, jöjjö! Na, itt nem szabad lecicázni, ezt vágom. Hát, neki a férje sezlek. Aha. Sezlon. Jaj, a faszos! Patton, gyere! Jézusom, mi a faszom ez a hely? Kérlek szépen, ez a King of the Streets-nek a placca. Nem játszottatok ti túl sok Dungeon and Dragons-t? Áh! Nyugodj meg, orkok vannak a háttérben. Várjál, fáradj be! Komolyan? Nem szeretne egy új mentor. Mágyák futósos fut, nyitom. Timo? Igen. Mhm. Csűvál! Azt a nőm, de komoly a kérő. Tiszta Dungeon and Dragons. Köszönjük! Amúgy igen. Tisztelte volna. Ezt meg senki nem egyezte meg, de tényleg. Hogy fejök? Teljesen. Lejössz aztán olyan, mint a izé. Vermintide Warhammer. Mindjárt jönnek a izék. Nyílpuskás patkányok mindenhol ugrálnak. Á, itt nem csak, itt csak az AK-sok szoktak. Ja, azért ja, ott a csatorna is, már jön a tank ki belőle. Nem, ott csak aligátor van. Meg szar. Majdnem azt mondtam, hogy az jó, de a szar után már nagyon fura lett volna ezt. Igen, a srácok hát, ezt használják WC-nek. Ha túléled az aligátort, akkor a másikba meghoz. Akkor jó, mert elég kuláznom kell egyébként, de majd amikor nem, nincs itt mindenki. Elforduljunk. Á, szégyelős vagyok. Mi betörövél ma seggemet, hogy emiatt barna a szőre. Szia, Sasi Tasi! Csá. Haragaren. Csá, Pofibá. Itt a drón, szia. Gyere ide, apuhoz. Igen?
Menj már, egy kicsit. Majdnem lelőttek. Majdnem lelőttek Pufibe, képzeld. Kösöle. Nem tudom, feltörtem egy autót, azt írt a csávó, vette elő a fegyvert, azt már hajtottuk el. Mondta, hogy hát ez most nem sikerült, és mondtam, hogy hát pedig igen, és elmentünk a faszon. Mi a fasz? Azt mondta, hogy ide lehet szarni. Kaptam két zárfeltörőt, azt mondta, hogy pakoljam le. 5 másodperc alatt kipakoltam az autót. Mi ez a rakkizele? Nem az, hogy pakoljad le, hanem lényegében tesz, nem is tud-e zárt feltörni lényegében. Sas, Berettet, kap már kezedbe. Egy per egyben feltűnt az én kocsimat, aztán mondtam, hogy a kocson csináljuk élesbe, láttam egy kocsit, egy házat, azt mondtam, hogy jó, hát akkor abban lehet van loot. Oda mentünk, feltörte, kijöttek kettő úriember a házba, mondtam, hogy hát ezt nem kéne, meg elkaptunk, és mondta, hogy hát nem. Bejött a kocsiba, elment a csávon, neki hát utána lőni, gondoltam, hogy ledarálom őket a picsába, de inkább elmentünk. Á, sehol nem voltak. Kapott kettő, kilőttük mind a két, kilőttünk két kereket, azt ott hagytuk a picsába. Volt benne egy pecabot. Ismertétek fel, hogy ki volt ez? Hát valami izé volt, valami ilyen elbaszott kalapja volt, szemcsie, fekete ruha, ilyen nagyon izé, ilyen, nem tudom. Én nem figyeltem, arra figyeltem, hogy összekötöttem gyorsan a kábeleket. Kamóra? Várjál, ne, lehet az amúgy. Ilyen színű volt a kocsi? Hol volt ilyen... Fekete volt, nem? Fekete volt. A rendőrségre nem ennyi, mert ezzel a tudással a Grinchet is úgy írnád le, hogy hosszú hajú, nagy szakállú. Rózsaszín. Na mi? Ezt kaptam Pufi bácsitól. Várjál? Nem tudom, én gyorsan összekötöttem még éppen az utolsó kábelt kötöttem, amikor mondta, hogy hát ez nem jött össze, azt nem is figyeltem, hogy ki az, csak hogy ne gázol a bajára, azt mentem el mellette egyből. Jóban, ne legyél meg ezt a pórécibe. Szóval akkor már itt vagyunk ilyen. Megbeszélni Sas, egy picit léci. Sas, takarodj már! Mi a faszom van veled ember? Nyugodtan mondd ki, hogy protekció. Én nem mondok ilyen. Akkor kimondjuk, hogy protekció. Ugye, ismerjük. Soros term. Jaj, de jó. Haló. Soros termi. Na kinek kell egy ejtő ennyi? És ismerjük de ugye a steak barátainkat. Egészségedre. Szaros. Köszönöm. Kibújt a bohóc a zsákból. Ha már így itt vagyunk, akkor ugye megkértek szépen Nikó és Pufi, hogy csatlakoztathatsz-e a sorunkba. Nem tudtam, hogy neked az szép, hogy fegyver van tartva a fejedhez. Én nem láttam egy a fegyvert, de ha gondolod, kölessék átcsatlak. Jó, én is ettől fejeltem. Szóval... Sos nem is tudom, hogy hányszor feküdték ki a placunkon amúgy? Jó. Térjünk vissza témához. Na, visszatérjünk a témához. Te ha mit gondolsz, hogyha hozzánk kerülsz, akkor mit csinálnál? Mi a terved? Megvenném pénzért a drogot, hogy soha büdös életben ne kelljen még egyszer ültetnem a földön. Igen, mint ahogy mindenki csinálja, igen. Van az a pénz. Ja, csak én ültetem? Na jó, mi a vagy? Valami is tudod. Mert a veled ültetem. Elmentek ti a... Azon kívül bármit, amit megköveteltek. Ne szorom. És mi a terved, hogy szeretnél feljebb lépni, ilyesmi? Feljebb lépni? Mire gondolsz, hogy feljebb lépni? Még én nem vagyok ilyen énekes. Ilyen, hogy mennyire szeretnél előre lépni a családi ranglétrán? Ja. Hát figyú, én ilyen izé vagyok, ilyen hűcsatlós vagyok, nincsenek ilyen hatalmas nagy elvárásaim. Én ami kell, megcsinálom szívesen. De ez nem ilyen, voltál még nincsenek ilyen, igaz? Hát nem nagyon. Bérigény, Darának mondom, ezt úgy kell kérdezni, hogy hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Egy nagy csöcsű, nagy picsájú szőke mellett, egy BMW-ben, szivarral a számmal. BMW-nek. Például. Úgy el tudom képzelni magam. Rehetőleg nem rács mögött. Van BMW-nk? Nekem is, kaptam a pufibától. De szájban őnek köcsök. De nem szűk és azért, na, mi már majdnem rokonok vagyunk. Na, így van. Vagy mi? A kocsádon van, ez még jobb. A keresztatyámat azért csak nem copatnám meg-e. Hát remélem is. Dehogy, sose nem se. Köszönöm. A vér kötelez, meg az elképzelt vér is, ugye sasítesi. Köszönöm, meleg vadom. Az elképzelésére lettem volna kíváncsi, hogy mik az elvárásai, vagy mit szeretne kapni a családtól, milyen társasághoz szeretne tartozni. Pénz, kurvák, drog.
kokain. Na, igazából nincsenek hatalmas nagy elvárásaim, én csak szeretném magamat jól érezni, kicsit bűnözni, kicsit genyózni, geciskedni. Azt, hogyha úgy van, akkor, hát mint látjátok, én eléggé jó értek ahhoz, hogy mondjuk főtörjek dolgokat, meg hackülni, meg ilyenek. Állítólag lőni is tudok, a Counter-Strike-ba ügyes vagyok, vezetni azt nem tudok. Csak azt szoktam hazudni, hogy tudok vezetni, meg repülni. Azt nagyon jó tudok repülni. Nincsen se jogosítványom semmire. Jó repülő. Hát szerintem előbb engedem, előbb ülök be Venom mellé, amúgy bocsáss meg, nem sértésből. Akkor probléma van, de nem baj. Most mi? Most mi az itt? Semmi jó, probléma jó, Venom. Jó, hát ma vezettem először, de tök működött. Előttem van éjszak, hátam mögötté. Jobbra a nap nyugszik, balra pedig ki. Na mi, mindent megtudtál akkor? Hát szerintem egy próbát megér. Jó. Akkor egy próbát szokták mondani? Ó, mi csak ez? Akkor ezt a Rainbow-t és arra iszok, hogy sok sikert itt nálunk. Csak én nem kaptam pihet? Kajj. Te még gyerek a faszom, vagy. Még gyerek, gyere a jó büdös. Gyere ma. Jó, aztán lehozzál rám szégyen. Te így is egész nap be vagy állva. Köszönöm szépen. Egy dolog nagy adja. Alapból vagyok elvajnyelve. Menjünk a kisérőnekeket árulni. Gyere, menjünk szépen, sétáljunk fel gyorsan. Akkor el kell mennem a bódba megnézni, hogy van-e sárga ruha. Maszkot már láttam. Bandanát, vagy hogy hívják. Sárga maszkot nem ezzel rendre kell elmenni. Nem, jó. Sárga bandanát ne vegyél magadra. Még megkérnélek, hogy gyere fel velünk az idodába. Ne teljesen sárgát vegyél, mert az más családi. Ja, ezért vagoszos bandanátokat fel, mert ezt mondtam, hogy levegye fel. Gyere velem, nekem csak az volt, ami sárga szerintem. De majd megnézem akkor ruhátot. Mert az a baj, hogy nekem nincsen olyan sok ruha, ami rám jön, mert ilyen kidolgozott testem van, mint a Cárnos Schwarzeneggernek. Ilyenkor csak pár jön rám, ilyen 8-10. De szerintem ja. Ebből a izéből van valami sárga fede, és akkor ja, felveszem a fekete nadrággal, akkor az jó. Jó, de rend, csak hogy tudj róla, a helikopterünket, a cégeseit lefoglalták a zsekek. Nem baj, majd megoldjuk. Nem én voltam. Csak mondom. Majd megoldjuk valahogy. No. Akkor mostantól hozzánk tartozol. Jó, szokásosat lehet tolni, hogy megfrissítsd? Mi? Szokásosat lehet tolni, főnök? Szeretnék kérni egy... becenevet majd tőled. Digo! Dig! Ja, dig! Digo! Azaz. A Digo. Na Digo kem, akkor... Rendben, meg egy telefonszám. Már is mondom. Van benne 4-es, az biztos. Jó, meg dobok neked... 5-9-6-4-3. Mondtam, hogy van benne 4. Figyelj, dobok neked külső applikációra is egy üzenetet, jó? Rendjál már csendben, jó? Az meg a mások. Egy telefonszámot még egyszer nem maradtam. 5-9-6-4-3. Timo, tudsz velem jönni egy kicsit? Persze. Na, hamar kingesek lettünk. Egy nap alatt. Ez gyorsabb volt, mint az aztán. Elküldtem a nevemet és a számomat. Jól van. Darren. Igen, igen. Akkor intézzük a többi dolgot majd. Rendben? Persze, egy szuper. Általában a heti háromszor szoktam lenni, az úgy jó, az nem gáz? Két-háromszor vagyok? Nem gáz. Nem tudom, mekkora aktivitásra vágytok. Nem gáz, szerintem mindent meg lehet oldani. Na. Akkor jó van, faszaság. Rögtön neked Classroom meghívót. Classroom. Hát ilyen... Tik. Intézzük. A többit. Papírmunkával majd foglalkozok én. De akkor örülök, hogy itt vagy nálunk, és remélem csak előre. Én is örülök. Hálásan köszönöm. Főnibe, tudsz neki a nézőt hozzáférést a Classroomhoz? Majd intézem, jó? Nyugodjál már meg. Én teljesen nyugodt vagyok. Túl vagy pörögve egy picit. Nem vagyok felpörögve. Itt is itt is úgy van, hogy a telefonom menjek fel itt a voice-ra, azt némítsem le magam? Jöjjön. Jó van. Jön. Akkor közben majd dark chat-eket majd mondunk. Oké. Okay. Meg fogok találni a dolgokat. Szuperség. No, hát a kúja. Üdvözőleg dicső lovag. Szép a lovat, hol a ruhád? Szép vagy, mint egy baromfi, hol a kedves mi? Királyfi. Mi? Szép a picsát, hol a lovad? Így, így. Üdvözőleg csókolod. Ha-ha, bóckám. Hazadobó? Ne. Nagyon szívesen.
Köszönöm. De tőzi, hogyha beleférnek, akkor lőhetünk neked valami sárga ruhát odafele mellett. Hát szerintem majd hétfőre összejövök valamit. Ja. Mert már összeragad a szemem, alig látok valamit a városból. Jó éjszaka, Endigo. Jó hét. Szóval, hogy őszinte legyek amúgy barátom, ez ideiglenes cucc. Nekünk a fodrá, a Szabó még dolgozik a ruhánkon. Csánikó. Azért nagyon faszintos lesz. Lesz golyóálló mellény, meg anyám fasz a maszk. Az nice. Mert a vizé placó holnap körbözőt alak, jó? Aha. Akarod, hogy körbözessélek amúgy? Belefér az meg, vagy már nagyon csipás szemed? Szerintem olyan csipás szemem, hogy mindjárt kiesik a helyére. Tök jó. De kedden nyomashassuk, hogy valami. Rükvérc. Persze. Kedden lesz legközelebb? Szerintem igen. Okay. Kivétel, ha a hétfő. Lehet, hogy hétfő. Szerintem megírom majd úgyis ott a izőbe. A fórumon. Persze. Azon. Akkor nyugodtan. Igen, mert lehet, hogy a régi gimis osztálytársakkal elmegyünk, azt litókomban nézünk aznap, és akkor nem tudok jönni. Ja, értem. Na figyelj. Persze. Ápolni kell azokat a kapcsolatokat, és ki tudja melyikből lesz milliárdos, az tartja el a csámat majd. Hát, van benne valami. Ki tudja, ki az legközelebbi Bill Gates. Igen, igen, Bill Gates. Na, akkor azért Fibu mellett van a lakás, ugye? Igen, igen, be is jelöltem neked ottan, ahol leparkodott az autót, ott van az a lakás. Assza. Oda felmegyek, ágy még nincsen, de elhasszom, hogy a fődő majd utána megpihen. Szerintem utána majd ott a szőnyeget. Ja, akkor akkor be tudlak engedni, hogy van a közelben egy lakás. Na, nem kell, jó az. Érzem még anyámnak a szagát a fődön. Hát mondjuk ott van konkrétan melletted a ruhaból, ez a motorbolt, szóval... Igen, hát majd nem megyek, veszek egy ágyat valamikor most. Amellett a földön ordni, az azért kicsit vicces, de... Én szeretem a vicceket. Ízlések és pofonok, no. Azt hittem, te is veszed a viccet, bolt. Hát persze. Ez a kocsiba az meg reggel óta itt áll. Na, akarsz venni... Ezt kellett volna főtörni. Így napzárásnak végére. Mit? Akarsz venni egy jó viccet napzárás végére? Persze, nyomjad. Na szóval... Négy kommunista régi Sztálin Oroszországban bemennek egy hotelbe. Mm. Bejelentkeznek, felmennek a szobájukba. Három közülük neki áll beszélgetni, szidják a kormányt, érdik aludni próbál aludni, de a másik három rohadt hangos és nem tudja, nem engedik aludni. Lemegy a recepcióra, kér egy kávét, és megkéri, hogy pontosan 10 perc múlva küldjék fel a szobájába. A kávét? A kávét. Aha. Ezek után felmegy, leül az ágyára, próbál aludni. Az a másik három meg mindig nem hagyja. 9 perc múlva megszólal hangosan. Elvtársak, fejezzék be! Hát nem tudjátok, hogy mindenkit mindent lehallgatnak? Mit hallgatnak le a fenéket, rémeket látsz? Igen? Feláll a csávó az ágyáról, oda megy a lámpához, azt mondja neki. Egy kávét kérek a szobám elé. Pillanatokon belül kapornak az ajtón, kinyitja és ott a kávé. Másik három összeszarja magát a félelemtől, és félelemtől reszkedve elmenek aludni. Negyedik úriember megissza a kávét, jót nevet rajtuk, és elmegy ő is aludni. Másnap reggel, amikor felkel, azt látja, hogy nincs ott egyikőjük se a barátai közül. A cuccai meg eltűntek. Hát mondja, hát ilyen világon nincs, nem hogy a recepcióra megkérdezi, hogy kijelentkeztek, vagy mi történt. A recepciós mosolyogva azt mondja neki, hogy ja nem, a KGB tegnap este látott maguknál, és elvitték őket. És engem nem vittek el? Ó, hát a műveletet irányító kapitánynak tetszett a vicce. Ennyi volt. Nem értetted? Vagy ne. Szar? Szar volt. Na, hát akkor. Na, akkor egy gyorsabbat mondok akkor neked. Hol mennek nyaralni a KGB-sek? Hova? A lehallgatóhoz. Neked vannak jó vicceid is? Nem, kifejezetten szarok vannak. Akkor jól van. Lehet velük. Szép estét. Csali! Jaj! Gyesszunk, Pepi. Na, itt van padlószőnyeg, itt el lehet dőlni. Blup. Ja, Istenem. Hát ez nagyon nagy fan volt. Kóstold hát... meg te is az új paladin sört. Csak utána kóstold meg a paladin sört, hogy elkísértem, jó?
Na, fiúk, lányok, mára viszont ennyi lett volna a stream, holnap délben találkozunk, a szokott Wild Rift-et fogjuk játszani, utána pedig TFT-zünk, így ha szeretnétek, akkor tartsatok velem akkor is. Nagyon szépen köszönöm, hogyha itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és hogyha még nem tettétek, kövessétek be a csatornát, legyetek jó kis szobatiszták, szevasztok! Ja, meg írjátok meg YouTube-on kommentbe, hogy egyébként hogy tetszik a Leonardo, meg dolgok, jó? Kóstold meg te is az új paladin sört, amit a kazamaták mélyéről a korsók hűvösébe szabadítottak kedvedre. Harmonikus íze egy 6,4%-os amerikai ipát rejt, minek ereje térdre kényszeríti a gyengéket. Nyisd kaput a világra, és szerezd be most kedvezményesen 1000 forintos áron a beerselection.hu kínálatában, ha használod a paplova kuponkódot. Paladin sör. Vedd el, mintha mi se történt volna.